Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk. Sziasztok, mindenkinek. Jó reggelt. Hello. Hello. Drága hallgató, kicsit be vagyok rekedve, bocsánat, tegnap elég sokat kiabáltam, de itt vagyok. Még forgatás volt tegnap. Még forgatás volt, Jánossal együtt mulattuk az időt, mert János de újra rá kellett rászóltunk, és akkor már nem kiabált annyit. Mert jó volt a hangulat, tehát azért meg kell hagyni, a tegnapi adás is nagyon jó volt. Tegnap kettőt vettek fel szintén, én a másodikba csatlakoztam be, ami egy ilyen kuriózum adás volt. Egyrészt ugye a csapatok összetétele miatt, másrészt meg egy jubileum adás volt. Nem tudom, hogy mennyit árulhatok el róla. Századik, ha akar... keveset. Igen, jó, akkor majd amikor odaérünk. Igen, amikor majd odaérünk, de csak annyit arról, hogy Balázs nagyon jól érezte magát, már túl jól, tehát fegyelmezni kellett. Igen, egy picit le kellett menni, sarkára kellett állni a szerkesztőnek, és azt mondani, hogy ne tovább, ennyi pont elég. Írnak is a forgatásról, ez de vicces. Igen, ide, ha egyszerűen jó volt a teremtő forgatás, feladottátok a napon, a Janinak pedig külön örültem, köszönöm az élményt. Kriszti Balázs, a bárk után én adtam neked oda az italon. Azóta sem tudom eldönteni, hogy milyen gyümölcs volt benne. Mi volt az? Hát ezt én sem tudom, hát, már nem éreztem az ízét. Igen, volt más, aki semmilyen ízeket nem érzett, de már semmit nem érzett. Már nem éreztem. Kintlamon hordtak ki az agyhalát. Igen, már nem éreztem. Nem éreztem az ízét, de nagyon-nagyon jó hangulatú kis forgatás volt. Hát ugye Feri is részese volt ennek az első napon. Tegnap még mindig forgattunk, úgyhogy a tavaszi szezonra készülünk. Tavaszi szezonra készülünk ebből a kis házi bulis műsorból, úgyhogy majd készült egy csomó kép, majd ha rendesen meg tudom ezeket kapni, meg transferen, vitranszferelni, meg nem tudom, akkor az Instára meg mindenhol fel. Vitranszferen, fél nem tudom kezelni ezt az applikációt. Te tudod, ismered? Igen, Zsült, ott, igen. 16 éves igen. Applikáció, persze, hogy tudom. Mindenki tudja, te hülye vagy, napon, ez volt igen, benne. Két napon keresztül szenvedek ezzel az applikációval, hogy néhány képet földobjunk az Instára, de egyszerűen nem tudtam megoldani. Na, hát ami az időjárásunkat illeti, szomorú. Szomorú ez az időjárás. Hát, ma megint itt legalábbis Budapest felett. Tegnap este óta folyamatosan esik. A fene egye meg. Folyamatosan esik, de ilyenkor mindig ránézünk egy országos térképre, és azt látjuk, hogy azért sok helyen nem vagyunk kivételezettek. Esik sok nagyvárosban, esik az eső. Hát nem tudom. Most már azért, hogy elég, nem? A meddig esik, azt tudjuk, az amit mondok. Én már meg sem néztem. Tudunk holnap, holnap már jobb idő lesz, tehát hogy azért biztató, mert az elkövetkező három napból, a szombat, vasárnap, hétfőből csak a vasárnap az, ami egy kicsit zűrösebb. Aha. A többinél van felhőcska, napocska, meg a fehér felhőcske előtt, de egyébként úgy néz ki, hogy ott jó idő lesz. Tehát a háromból kettő nem is olyan rossz arány, és aztán esetleg az is előfordult, hogy a vasárnapot is benézték. Igen. És akkor lehet, hogy akkor is jó lesz. Vagy benézték a másik két napot, és mind a három rossz lesz. Azért olyan ritkán jel ez a telefon, az iPhone, hogy ugye megmondja egy 7, 8, 9, 10, 11 az óra, és megmondja az eső valószínűsége 9, 10, 11, 100, 190. Azért ezeket én ritkán írják. Érje 60-70%-a az esélye annak, hogy eső lesz, de azért az egy ritka. Az ritka, hogy ezt írják, hogy 100%. Igen, de már jövő héten vannak napocskás jelek is, úgyhogy van kiút, hát most már csak itt a tavasz, meg most már március van, azt már jobb kimondani, mint a februárt, úgyhogy alakulunk. Jó lesz ez, utolsó hét februárból. A jövőt, igen. Ennyi, elment a február is, végén a március. Itt habzsoljuk a hónapokat, erről ugye szinte minden reggel beszélünk, hogy valami felgyorsult téridő kontinumban vagyunk, mert elképesztően gyorsan megy. Lassan tojásfestés. Ja, Istenem, de jó lesz. Igen, ki kell nézem a karácsony ajándékokat. Hát azt megnézni, hogy te tojást festesz hagyma éjjal. Így van. Egyébként mi annak idején klasszikusan hagyma éjjal festettünk, és anyám nagyon ügyes volt benne, annyira rutinosan tudta tolni, hogy egy kis késsel faragta rá a mintákat, ugye tojáshéja a vöröshagymának a híjával megfestettük, mindegyik vörös volt, és akkor ilyen kis virágokat kapirgált rá késsel, és imádtuk csinálni. Én nem voltam annyira rutinus, még a kemény tojást is össze tudtam törni, tehát hogy az nekem ment, évek kellettek hozzá, míg megszoktam, de szerettük ezeket.
Aztán egy biológiai elmaradt, mert ugye egyszerűbb volt így megvenni, ahogy hívják be az ABC-be. Benni mindig csinálom, Vikivel festenek. Szeretik. Ők szeretik, én nem szeretem nagyon ezeket a pepecselős dolgokat, de ők állandóan minden évben festenek, és akkor mártogatnak, és akkor viaszolnak meg, én még mindig rettegek, hogy nagyon ne az asztalon, viaszos lesz ne az asztalon, ne a konyapulton, ne ott, ne fog meg Benni, mossák kezet, mi festék és a kezet, tudod? Én ezt látom benne, a veszélyforrás. Ne fog meg a kapcsolat, ne menj be, mossál meg kezed, de még csak most kezdtük, nem baj, ne csinálj, gyere ide. Az lenne, hogy ezt már kint lehetne csinálni, csak ugye még akkor nincs annyira jó idő. Mm-hmm. És ezt a két hétig ettük. A zöld, ja. A piros, a sárga, a nem tudom, igen, tényleg tojásokat. Meghámoztad a tojást, kicsit már piros volt a belseje, hát és a rosszul hámoztad. Festékezted, voltak ezek az ételfestékek, amivel lehetett tojást festeni, amitől ma már szerintem, ha ez bárkinek elmondott, hogy mi gyerekkorunkban azt a tojást utána megettük, kitérne a hitéből. Tehát így Gábornak ezt be is fogom dobni két hét múlva, hogy te viccasz az ilyen ételfestett tojáshoz, azt megesszük, soha. Ma már azt mondaná rá mindenki, hogy ez halálos méreg. Persze, akkor simán megetted. Megszokottad a kék tojást, a pirosat, kicsit a fehérje néha olyan lett, tudod, megfogta, kicsit kék volt, de nem foglalkoztál. És mondom, alaphangon egy hét, de volt, hogy nálunk kettő volt, amikor apám egy picit túllőtte a mennyiségeket, és egy kicsit több lett a főtt kolbászból, főtt tarjából, főtt sonkából, főtt tojásból, két mindenki. De ez iskolában is az volt, kicsomagoltuk a kis elemózsiánkat, minden asztalnál azt láttad, hogy igen, a húsvéti maratékot tette mindenki. Igen. De jó volt ez. Jó is volt. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak korán kelő hallgatóink, kik vannak itt velünk, mit üzennek nekünk, kinek hogy indult a reggel, mini. Szeretek egy kicsit az SMS-ekből szemezgetni. Szép jó reggelt, miért esik az eső, mert létre nem tud lejönni. Köszönjük, ez egy ilyen jó... Lejjebb vagyok. Ez nekem most. Az én hangulatom a gyerekek, egy ilyen is ma reggel nagyon. Uh-huh. Nagyon jó ilyen. Nagyfüggedű pihenőnél mérnek a rendőrök az M3-as, Nyíregyháza felé, igen. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Aztán azt nézem, hogy... van még, mert csak nem tudok. Lányfalun azt mondja, hogy az Álcégi Kálmán térnél mérik a Pestféle aladókat, és a benzinkútnál is állnak egyenruhások. Era küldte nekünk. Élőben nem szoktalak benneteket hallgatni a munkám miatt, de később mindig visszahallgatom az adásokat. Ma hajnalban a zuhany alatt pedig az első gondolatom az volt, hogy tudnék még szavazatot szerezni az év fájának. Melyik családtagon vehető még rá erre? Kész téboly, köszi Jani. Hadsz a tudatalattira. Azt hiszem, Morning Show függő vagyok. Köszi nektek, Adri. Adri, ez jó. Egyébként csak egyet lehet tényleg. Most már én is szavazok, akkor egyet még erről a gépről nem szavaztam. Ha csak Jani titokban nem jött át egy kávészünetemben, és nyomott rá. Többször megtaláltam megnyitva ezt itt a gépen, mentem. Meg tudom egyébként csinálni, tehát hogy a tietekre hivatkozva szavazok, csak az a baj, hogy ti kaptok egy kis levelet, amit vissza kell igazolnatok. Igen. És amúgy ezeket a kamu e-mail címeket mind kiszűri a rendszer. Tehát, hogy odafigyelnek rá, tehát nincs ilyen, hogy akkor létrehozok most 20 darab e-mail címet. Jó, értem akkor... a felvezetőt, mondd, hogy állunk, jó? Persze, okay, természetesen. Értem, hogy jó. Most húzod az időt, jó, mondd el, oké, okay, hogy jó. Állunk. Nagyon figyeljetek, mert most mondom, hogy hol áll Bátaszék, Molyhos tölgye ebben a versenyben, ebben a nemes vetélkedésben 35.172 szavazattal jelenleg vezetünk. Ez hey! 8000 szavazattal húztunk el a második. Az ezer éves, ha együnk, persze, az ezer éves cseh országi hárstom. Az a durva, hogy eddig ezt gyűlöltem, és most kicsit izgultam, hogy milyen eredmény mondj. Rászoktál, fia, tényleg, hallottad. Tényleg olyan vagyok, mint Darth Vader. Még a lelkem én maradt bennem valami jó. Most már vártam, hogy újra mi vezessünk, és megtapsoltam. Tartanunk kell. A Méla Undorból, hogy melyik fa vezet, eljutottam én is oda, mert annyiszor mondta, hogy basszus, most már nyerjük már meg ezt a rohadt évfája versenyt, győzzük már a cseheket, a lengyeleket, és nem tudom én. Érje már valami siker ezt az országot, nyerjük meg az így van, így van. Sokat ilyen Magyarország, meg a Bátaszéknek is a Molyhos tölgyek csodálatos fajának. De hát ha ott is vannak rádióbisorok, már pedig vannak minden országban, akkor ők miért vannak elmaradva? Hát a csehek nagyobbak, a lengyelek nagyobbak. Nagyobb nekik egy ilyen rendes ember. Nincs akkor erő, mint mögöttünk. Gyerekek, a Morning Show és a Klassza mögött ilyen erő van, hogy egy Csehországot, egy Lengyelországot így lenyom, nézd meg. Látják a szavazatokat, most már kezdik elveszíteni a hitüket ebben a versenyben. Nem értik, mindig meghekkelik. Mindig rájuk nyomunk. Költenek némi eurót, érted? És mégis ott van ez a távolság. 1000, 2000, 3000, 5000, mondom most ebben a pillanatban éppen 8000-es távolságra vannak tőlünk, és kezdenek hitehagyottá válni ezek a csehek. Igen. Lehet, igen. Hogy nem mondtak róla, mi? Lehet. Igen. Nagyon remélem. Menjünk sielni korábban is, királyok vagytok, Oliver. Köszönjük szépen, szavazzál te is a fára. Sielni? Hova? Kanadába? De jó. Azt mondja, hogy... M3-as 107-es kilométer könnyű Pest irányában a kamion az árokban, ezt Geric küldte nekünk. Tiszaújváros és Kesznyét között pedig le van zárva az utáradás miatt.
Nagyon szépen köszönjük. A 200-as express autóbusz pedig a Ferihegyi repülőtérre vezető úton továbbra is teljes vonalán közlekedik. Ott volt egy baleset, és jelenleg is tart a baleseti helyszínen, de ez a tömegközlekedés nem befolyásolja. Igen, olvasom, és ez a Vecsési kereszteződésnél van, és csak kétszer egy sáv járható, és óriási dugó van. Óriási dugó van, aki megy repülni valahova, az induljon korán. Az induljon korán, hogy elérje a járatot. Na, megmutatjuk, ami drága Gáborunk, amiről beszéltünk tegnap. Jaj, az nem lesz hosszú, nem fog fájni. Hasznos dolgokat mondott. A fagyasztásról beszélgetünk, nagyon sokan vesznek a gyereknek mirelit zöldséget, sós, kács, spenótot, és csak így gyorsan megpárolják, megdinsztelik, hogy mennyi vitamin van benne. Sóskát, spenótkát. Sóskát, spenótkát, igen, azt olvastuk, hogy már a mirelit zöldségek sem annyira egészségesek, aztán Gábor elmondta, hogy nyugodjon meg, mindenki gyorsan fagyasszák őket, valamennyi tápanyag, vitamin megmaradt benne, úgyhogy erről faggattuk, ezt most meghallgatjuk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Gabi csak rövid volt így korán reggel. Bio Gabi rövid volt. Na, M7-es Velencei pihenőnél a gyalogos hídon van egy trafi, Siófok felé Dávid 94 küldte nekünk, illetve valaki kicsit későn esett be az adásba. Ma már kikaptatok fekete-fehérben? Nem, ezután fogunk. Anna, legyen ő! Jó? Nézzük meg most egy ilyen játékos, mint tud. Ha van kedve, legyen ő. Ma már kikaptatok fekete-fehérben egy ilyen. Nagyon jó. Csak itt az a hozzászólás, tudod, engem nem érdekel a játék, de itt vagyok, ma már lealátott benneteket finom valaki. Finom kulturált távolság tartod, de azért mégis érzünk benne egyfajta önbizalmat. Igen, tudod, ez azért nem nézem, nem szeretem, de azért bekommentelek című történet. Ugye, tudod, nem ismerem azt a műsort, nem hallgatok rádiót, de azért bekommentelek egy rádiós hírrel kapcsolatos cikkkal, azért beírok 4 oldalt, tudod. Nézzük meg, ha akar játszani, akkor nézzük meg, hogy mire megy. Vele. Épp állásinterjúra megyek, drukkoljatok rám, férne Mimi. Gyerekek, ma mindenki velünk hozza meg a reggelét. Érzitek? Ez a bizalom előtt. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagyok. Van, aki utazik, van, aki állásinterjúra megy, mindenki megírja nekünk. De mit csinálod most Gábor, Tóth Gábor? Most ebben a pillanatban. Gabi? Igen, most csinálja az erőturmixát, keresi a kölespenyhet, és nézi, hogy van-e ott a hajdinak. Kis csicsókakrémet, rákem. Nagy csicsókakrémet, egy pici kókusztejjel ízesítés, és némi amaránt port szór rá. A kis mamuszában, meg a pizsamájában csosszak a konyhába. Elmondja a reggeli áldást, és berakja a forró vizet, hogy 73 fokra hűtse vissza, mert úgy iható egészen. És most ebben a pillanatban a 60 wattos izó fényénél csípőretet kézzel nézi a stelázsit. Melyik lekvár legyen az, amit éppen felszakít. Némi kis kölecspe helyen. Ízesíti a reggel. Na, Emiki bulizi pampa bléci. Gyerekek, ma ez ilyen nap. Tessék. Amit akartok. Tessék. Én ma olyan hangulatban vagyok, amit kértek. Amit szeretnétek. Minden lehet. Minden lehet úgy, ahogy ti ezt ma szeretnétek. Fél hét van, pontosan Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Aki még játszana, az most ne jelentkezzen, bár jelentkezhet, mert ha a játékosunk nem vállalja, csak kóstolgat minket, aztán gyáván el. Legyen. Akkor azért legyen játékos. Jó, úgyhogy nyugodtan jelentkezhettek játékra, ki tudja alapon. És igen, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M5-ös autópálya 36-os kilométer tábla előtt Szeged felé súlyos baleset. Félpálya lezárva, Izotop futár küldte nekünk. Aztán, ha ma mindent lehet, legyen Kern Andrástól az Esik című dal. Jó. Hát igen, eső szötymörgés. Tudom, hogy nem játszottak ilyen dalokat, de most mindent lehet, akkor legyen egy ilyen puszi. A 8-es út a Szombathely rum között az útjójáraton forgalom minimális, de az eső szakad, Tamara üzente nekünk. És Bali, ha már ilyen hangulatban vagy, meló után iszunk egy sört, szatyikát. De jó vagy, szatyikát. Na, még az is lehet. Na, van, aki már a Mit mond Dóra játékunkra jelentkezik 3-7 után. Szeretem ezt a fajta lelkesedét, de most még nem ez jön, mert most még fekete férigenemet játszunk a hét utolsó játékosával. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Ó, micsoda visszafogottság. Hello, Robi! Így van.
Te írtad nekünk az SMS-t, végül vállaltad a játékot? Én szeretnék, így van, igen. Szeretnék elverni. Igen. Majd sem már játszottunk ezt, hogy megvert, nem tudom, hogy emlékeztek rám. Hát így azért tudod, ezt én szeretem a hallgatóknál, amikor... Én azt akartam, hogy nagyon szeretem az ilyet, igen, vannak hallgatók, ugye ti ezt nem tudjátok, oda jön, és azt kérdezi, hogy emlékszel rám? Ugye áll az ember, hülye? Nem. Peti vagyok, játszottunk egyszer. Mondom, tesó, egyrészt ez egy rádió, nem látom az arcodat, kettő, ha azért nagyon sok Peti játszik velünk. Fél évvel ezelőtt játszottam egy fekete fény, mert emlékszel, Peti vagyok? Én voltam, aki bemondta az egyjáró szlogent a Feriben. Nekünk azért nem, így nincs, okay. nincs meg. Nem, hogy elvellek, és akkor most a jobbokkal emlékezni fogtok. Na, ez a beszéd, Szerettük az SMS-edet, ma már kikaptatok fekete-fehérben. Nagyon, nagyon szerettük. Kivel játszanál, Robi? Veled. Nagyon jó, verje. Nekem már csak egy jó verés hiányzik. Én is fogom, három tehát már mindegy, a tiétek a hét. Igen, egyébként ezt a hetet elbuktuk. El. Ügyesek, ügyesek voltak. Azért most fel fogom rakni a pontot az íre. Ezt így kell csinálni, Robi. Uh-huh. Fel kell rakni a pontot az íre, és mi már fekszünk, te pedig ne kimélj bennünket. Lehet még bennünket ütni, vágni. Ne bögdös minket, hogy élünk-e még. Rúgjál, persze. Ez a beszéd, Robikám. Induljunk? Induljunk, jól van, Jani. 3-2-1 fire! Na, itt vagyok. Szeretnék kérdezni? Hát, gond, figyelj, kérdezél először, te mit szólsz. Ilyen rendes vagyok. Kérdezzek? Jobban szeretném a te kérdezni. Jó, mit csinálsz hétvégén? Van valami program? Hát valószínű, hogy ott fogunk pihenni ebbe az időbe, esélytel, hogy valami programot találjunk. Otthon az mit jelent? Merre vagytok? Hát a barátnőmnél tévézünk, filmet nézünk. Helyileg merre? Győrben lak. Győrben, szereted? Jó hely? Nagyon jó hely. És képzeld, a szomszédok is jön a barátnőmnél. Szomszédok vagytok? És most is ő is hallgat. Már szomszédban? Ő nem a munkahelyén. Ott a nem a munkahelyen. Olyan vagyok, mint Nadal, amikor... Basszus, így van. Hát 30 másodpercig gyönyörűen tanítani valóan játszottál. De igen, tényleg. De szeretem ezt, amikor úgy nyerünk, hogy nagyon arcoskodik egy hallgató, nagyon arcoskodik, és hey, de szeretem ezt, mert most komolyan mondom egy kicsit jobb kedvemnek. Köszönöm szépen a játékot. Robikám, nagy volt az arc. Sajnos. Nagyám, aztán erre csúnyán rászaladtunk. Megesszük, hogy néha veszek. Na mindegy, majd legközelebb. Persze, megesszük. Ne csendesedtél, kicsi Rigó, már nem fütyülgetsz annyit. Ajajajajajajajaj, Robikám. Hát valamikor akkor. Ez most döntetlen, vegyük úgy, mert ha egyszer nyertél, és akkor egy fél év múlva, az egy évet nem merem mondani, fél év múlva, akkor majd játszunk majd még egyet valamikor, jó? Rendben. De ugye tanulságos volt, berakjuk a best of-ba is. Jó. Robika, csak egy utolsó kérdés. Nincs harag? Nincsen, hogy lenne át. Ciao. Ciao, köszi. Hello. Én ezt bírom. Pécét az ember csinoman arcoskodik. Ez fasz visszafelé is működik, amikor mi arcoskodunk nagyon, aztán jó pofára esünk. De ennek jobban örülünk. Igen. Azt a hallgatók nagyon szeretik, ezt most mi szerettük nagyon, igen. Aj, de jó ez. Komolyan, most ez a kocs kávé is jobban. Ugye? Az iskoláját most egy picit. Az enyémet már meg se iszom. Egy ilyen esős, kicsit szomorkás péntek reggelen, ez most komolyan jó volt, amikor egy kicsit nagy szájú hallgató jön hozzánk, és akkor az ember felveszi a fordulatszámot. Na, nézzünk gyorsan még egy-két SMS-t. Feri Hajprojekt, Cigi Projekt, hogy álltok vele? Gyerekek, az ilyen kérdéseket 9 utára tegyétek, kérdés-válasz rovatunk van, és akkor ott de minden. De hogy mi ez, hogy állunk? Nem tudom, hát hogy nekem nő ennek, te dohányzol. Ja, úgy igen. Igen. Na, ennyi volt, jól van. 5 perc, uh-huh. Pontosan 7 óra, küldjetek friss közlekedési híreket, ha van, írjatok, hogy kivel mi történt, hogy telik a reggele, mi pedig jövünk a kicsit megfázott Ákos után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit szomorkás a hangulat, kicsit borús az idő, esik az eső, de kicsit szomorkás a hangulatom már ma. Mi volt? Belém szállt a nagy keserűség. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Ez, igen. Csini baba, nem? Ez a Csini babának volt. Ja, Csini baba egyik betétdala, igen, sok jó betétdala volt. Jó poha film volt. Az nagyon jó kis film volt, igen. Na, szóval, hogy esik az eső, de mondanak némi javulást, úgyhogy kitartás mindenkinek, igen. Akinek szintén picit olyan a hangulata, hogy jaj, sose lesz már jó idő, elmúlnak egyszer majd az esőfelhők, elmennek és sütni fog a nap. Hétvégén már néha megjelenik a napikon, a különböző okostelefonokon, úgyhogy van remény.
A felhők fölött mindig kék az ég. Istenem, jaj, végre, de köszönjük. Istenem. Így ezért könnyebb a péntek. Alatt ceruzát, papírt. Elírom valahova. Jegyzeteljetek. A felhők fölött mindig kék az ég. Erre kell gondolni. Erre kell gondolni. Na, azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon? Nézzük meg. Ma reggel úgy néz ki, hogy az összes Suzuki-ban elromlott az index. Kérlek, szóljatok nekik, hogy legalább karnyújtással jelezik a sávváltást, mert 3,5 tonna nagyobb kárt okoz, mint az autó értéke. Levi írta nekünk. Pedig a Suzuki sokra egyébként ez nem jellemző. Meg kell védenem őket. Velük néha más gond van, de az indexelés az nem nekik szokott problémát okozni. Mit csinált most a Prügyi Duó, kérdezi Laci? Jó a kérdés, ezt én is gondolkozom minden reggel. Mit csinál most a Prügyi Duó? 10 óra, 10, hát mennek a suliba. Azt mondja, hogy... Az M3-oson a 107-es kilométeren egy kamion az árokba állt, egy része kilóg az útra, a rendőrök megkezdték a helyszínelést. Uh-huh. Megtaláltad közben? Igen, megtaláltam. Az biztos, hogy nem azzal vannak elfoglalva, hogy friss posztokat rakjanak fel a Facebook oldalukra, mert március 7-ei az utolsó. De az már lehet, hogy előre megy, tudod? Igen. Hogy ez már idei március 7. Az lehet, tényleg. Már tudják, hogy mit csinálnak március 7-én. Igen, és egy videófelvétel a feltével két molett fiatalember próbálja megfejteni, hogy működik a szintetizátor, ami előtt ülnek. Ez menő. Ez menő. Emlékszel rám, Bali, én voltam, aki a múltkor SMS-t írt Ádám. Hogyne. Ha megvan, hát nekik beszélt rólad. Abszolút, abszolút. De hogy nem emlékeznék, igen. Bali, oszt Hunadal, Rózsa 64 lehet. Kérdezi. Jó. Hát érzem én a nyomást. Megtehetjük. Legyen volt egy Hunadal? Tegnap, én ma nem akarom. Ma kihagynál egy másik akkor. Sávba. Ne, egy másik sávba toljuk le. Mert ugye... Nem akarod, hogy elfáradjon? Nem, mert túljátszuk, kiégetjük, az a bajom. Aha, hát ez a klasszikus, nem fog menni. Hát nem. Én nem tudom kiégetni semmit. Égessük ki, hát égessük ki. 9 után majd valamit találni. Igen, tegnap mikor volt? Korábban. Jó, 8 után ment. Akkor most egy másik közönséget, most egy másik réteget érjünk el. Jó, legyen 10 után. Na. Kezdje Csabi ezzel. Jó lenne, Csabinál is lehetne. Milyen jó lenne, Csabinál is lehetne kérni ezt a dalt. Na, egy nagyon érdekes témával foglalkozunk most, 7 óra után, drága hallgató, kedves műsorvezetők. Konferáljak igen, úgy, ahogy igen, médiaiskolában konferálnak? Jaj, már alig várjuk a fejleményeket, mesélj Balázs. Ebben a pillanatban annyira felkeltetted az érdeklődésünket a következő téma iránt, hogy már tűkön ülünk. Én is nagyon várom, hogy elmondhassam, drága hallgatók, kedves tévénézők. Nagyon érdekes hírt találtunk, amit most szívesen megosztok veletek. Jaj, már alig várom, de tényleg, azt hiszitek viccelek, pedig nem is, hanem tök komolyan és őszintén mondom, hogy sosem voltam ennyire besózva egy téma előtt, mint most. Sosem voltam ennyire izgatott. Nem mondasz ilyet, hogy besózva. Jaj, kérlek, ne húzd már te is az időt, Ferenc, hisz már alig várjuk mind a ketten, hogy... Egy újonnan terjedő vírus által vagyunk mi most veszélyben, és mindenki, akinek laptopja van, ugyanis teljesen új módszerrel zsarolják az embereket, és próbálnak belőlük kiszedni 300, 500 vagy akár 1000 dolcsit úgy, hogy te azt gondolod, hogy a laptopon a te fotóid, személyes dolgaid, bizalmas információd biztonságban vannak, de nem, mert hogy most már vannak olyan hacker csoportok, akik, ha felcsatlakozol valamilyen wifi hálózatra, akkor rászállnak a gépedre, és pillanatokon belül leszippantják a képeidet, ami nyilván nem egy új dolog, és ezt régebben is csinálták, viszont most már egészen professzionálisan űzik, és megzsarolnak téged, hogy X órád van arra, hogy fizessél, különben ugye közzétezik azokat a képeket, amiket a laptopodon tárolsz. És így járt egyébként Kabát Péter is, az Újpest sztárja, és hát ikonikus sportolója, mert hogy ők felcsatlakoztak egy wifi-re valahol, és megzsarolták őket, hogy 500 dolcsit fizessenek. Ami nekem egyébként teljes rejté, hogy jutnak el egy ismeretlen wifi hálózaton a te gép, pedig ehhez én abszolút nem értek. Minden esetre, ha nem fizet, akkor az összes képet ugye le tudják szippantani a gépedről. Amit eddig hallottuk, hogy ez működik, meg csinálják, de valahogy személyesen senki nem találkozott olyan emberrel, akivel ezt megcsinálták. Hogy a képek tartalmát is ők nézik, hogy mivel lett megzsarolni, mert például a Jani gépéről ugye a város képeket, ha leszedik, vagy az enyémről. Ezért
kaja fotósgép. Ezért van egy külső vincsi, amire szintén le vannak mentve. Ezért vannak a DVD lemezek is, amikre le vannak mentve. Ja. Velem nem babráltok, jöcs. Aha. Igen, de azért nem mindenki nyilván városfotókat tart, vagy nem tudom, csülökről, vagy kolbász közeli képek. Tehát ugye azért van kolbász közeli, van kolbász távoli. Nagyon szép kolbász közeli. Nem is kell nagyon rosszra gondolni, és arra gondolni, hogy ez valamilyen home videó. Egyszerűen a te személyes dolgaid, amit nem akarsz közé tenni, amihez nincs másnak köze, hát. A családodról, a gyerekedről, a feleségedről, fürdőruhában, rólad, ahogy fekszel, mesztelenül egy ágyban. Igen. Tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy nem kell ilyen videókat tárolni, és akkor nincs mit leszedni, hanem a lehető legszemélyesebb dolgaidat, főleg úgy, hogyha te mondjuk híres ember vagy, vagy közéleti szereplő, vagy sportoló. És Pétert rögtön felhívjuk egyébként, egészen elképesztő a története, ahogy ő ezt elmeséli, hogy érkezik meg utána a zsaroló levél a te számítógépedre, hogy mennyi pénzt kell fizetni, hogy milyen professzionálisan csinálják, hogy adják vissza a képeidet, amik ugye, hát azért azt mindenki tudja, hogy amikor ezeket a legszemélyesebb dolgokat veszik el tőled, az a szörnyű érzés, főleg a zsarolnak, hogy ezt előbb-utóbb látod valamelyik napi bulvárlapban, heti lapban, vagy csak földobják az internetre, hát és mindenki azon csámcsog, hogy neked milyen a magánéleted. Leízzadsz, mert ugye azt mondja, megkapod ezt a levelet, oké, és akkor minden egyes fájl, minden egyes dokumentum MP3 formátumon változott a gépeden, megkapod a levelet, mondjuk Feri megkapná azt, hogy ha vissza akarod kapni a nagy felbontású Dermed Sürgyilt ábrázoló képeit, akkor fizes $500. De azért most gondold el, hogyha vannak azért intimen dolgok, és egyébként a Péternek a laptopján voltak ilyen képek, ha kedveséről. De én azért akarom, csak nem csak ilyen irányba eltolni, mert szerintem van egy csomó dolog, amit nem csak az intim dolgokat hát, nem akarod. Amikor a család, a gyerekkel a képek, a kivállalkozással kapcsolatos, adatok, stb. Tehát a Vikinek a telefonján egyetlen egy olyan fotó nincs, de amikor fekszem bozontos hajjal, érted, így reggel, és a gyerek rajtam van, és úgy nézek, mint egy rossz Walt Disney figura, érted? És a rosszabb cikket olvasod Isten és Bencéről. Igen, és látszik, hogy tükör van a mennyezeten, nem? Nem akarod magad ilyen helyzetben így látni, mert az a te legszemélyesebb dolgod, de ez akkor is személyes, ha ismert vagy, ha nem vagy ismert, mindenkiről vannak olyan képek, amit nem szívesen mutogatsz, nem azért, mert mesztelenül fekszetek valahol ketten, hanem mert a lehető legprivátabb képeidről van szó. Hát meg rengetegen vannak ugye, akik céges adatokat is tárolnak a gépükön, akik egyébként a gépükkel dolgoznak, tehát a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat is tárolnak rajta, stb. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiknek az elvesztése nagyon komoly problémát jelenthet. Le is veszi a képet, vagy csak leveszi. Blokkolja? Nem, leveszi. Tehát le is szeri. Persze. Aha. Persze, hát ha blokkolnák, akkor megsemmisíted a laptopot, és akkor nem tud vele mit csinálni. Tehát a lényeg, hogy az ő birtokukba kerül a kép nyilván. Tehát, hogy valahogy ezzel utána téged tudnak zsarolni. Na, de rögtön felhívjuk Kabát Pétert, aki elmeséli nekünk, hogy ez a dolog hol történt. Magyarországon mentek ők föl egy wifi hálózatra, külföldön mentek föl wifi hálózatra, ahol az ember tényleg nem sejti. Az otthon, lehet, hogy az otthon én is elérnek, ha nekem otthon van wifi. Elviekben igen. Bárhol. Persze. Elviekben ott is elérnek. Na, itt van velünk Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk. Ciao, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia, jó reggelt. Hello, Kabát Péter itt van már is velünk. Na, meséld el az elejétől kérlek, hogy történt nálatok ez a dolog. Hát körülbelül egy hete, tehát múlt hét csütörtök pénteken vettük észre, mert a párommal itt van a lakásban van egy ilyen számítógépünk, ilyen asztali. Bekapcsoltuk, és arra lettünk figyelmesek, hogy az összes kép meg adat eltűnt, és egy különböző ilyen ablakok jelentek, meg egy ilyen fekete ablakok, és hogy azt megnyittuk, akkor egy ilyen angol szöveg jelent meg, és mindegyik szöveg ugyanaz volt, és rá volt írva az, hogy 72 óránk van arra, hogy fizetjük be ezt az összeget, máskülönben az összes adatot, fényképet, ami a gépen volt törlik. De ilyenkor nem is tudtatok semmit csinálni a géppel? Tehát mindent blokkoltak, ezek az ablakok megjelentek, és semmi nem volt. Mi van az ember kikapcsolja, bekapcsolja? Ugyanúgy ott voltak ezek az ablakok? Nyilván ilyenkor ez az első, nem? Hogy valaki, aki nem ért hozzá, vírus, kinyomom. Tehát, hogy nem... Persze, én egyébként megjegyezem, én nem vagyok egy ilyen nagy internetes guru, de a párom ért inkább hozzá, de körülbelül 60-70 ezer képünk van, vagy volt rajta. 60-70 ezer kép? Igen, mert nagyon sokat szoktunk, hogyha elmegyünk így külföldre nyaralni, akkor nagyon sokat fényképezkedünk, és megörökítettünk minden egyes ilyen nyaralás, vagy ahol voltunk, és hogyha minden egyes képet meg akarták nyitni, akkor ugyanaz az ablak, ugyanaz jelent meg, és ugyanazzal a szöveggel.
Kik voltak ők? Ezt ilyenkor tudja az ember? Vagy ilyenkor adnak egy bankszámla számot? Hogy mit csinálnak? Mit írnak? Nem, hát azt írták meg, hogy, vagy azt írták rá, hogy ma 72 órád, hogy 500 dollárt fizessél be, és hogyha nem fizeted be, akkor ezt az egész adatot, fényképet úgy van, hogy az egész gépeden, az törlik. De hova fizest be? Tehát átküldenek egy bankszámla számot, létszés utalt igen, át? Nem, egy kódot küldtek, egy kódot, és arra kellett beütni a kódot, de viszont ezeknek a bűnözőknek a virtuális fizetőeszköze, ez a bitcoin pénz, és 500 dollárért kellett venni bitcointot, ami körülbelül 1,2-1,3, és hogyha ezt megvetted, akkor adtak egy kódot, amire be kellett ütni, és akkor kaptad meg azt, hogy hogyan tudod visszaállítani az egész képet, az egész adatodat, de ez is egy eléggé maceráns volt, hiszen egy 2-3 nap kellett, mire a párom így nagyjából vissza tudta állítani a dolgokat. De te befizettétek? De persze, muszáj volt. Uh-huh. Nem mentetek el a rendőrségre, nem mutattatok meg valakinek, hogy van egy ilyen helyzet, valaki csinálja valamit a laptoppal? Hát rendőrségre nem mentünk el, de segítségként a Magyarország legjobb adatvisszaállítása foglalkozó TG-hez is fordultunk, de mikor mondtuk nekik a vírus nevét, azt mondták, hogy ezt lehetetlen helyreállítani, és akkor úgy voltunk vele, hogy megadjuk annak az esélyt, esetleg visszakapjuk azokat a dolgokat, amik a gépen voltak, úgyhogy inkább befizettük, hiszen nem akartuk, hogy elvesszem. Azt tudjuk, hogy ők hogy találnak meg? Tehát nekem, én mondjuk hát, teljesen hülye vagyok ehhez, de hogy neked otthon van egy laptopod, és akkor tudják, hogy ez, gyerekek, ez a laptop ezzel az e-mail számmal, vagy nem tudom, ez Kabát Péterhez tartozik, ehhez a wifi hálózatra, vagy csatlakozik, uh-huh. Menjünk oda föl, és akkor eljutunk Péterhez. Hát hogy találják meg a hírességeket, akik féltik a saját képéket? Tehát nekem van otthon egy laptopom, hogy akadnak rám? Ezt valaki magyarázza el nekem. Figyelj Balázs, megmondom őszintén, én is hülye vagyok ezekhez, tehát... hogy nem egyedül. Nem értek nagyon, de szerintem... Hallgatok, úgyis megírják. Vagy e-mailen szerintem, vagy e-mailen keresztül jöhetett, vagy ahogy te is említetted itt az előbb, hogy voltunk külföldön, és lehet, hogy rácsatlakoztunk valami wifi hálózatra, hazajöttünk, összedugtuk a telefonnal a gépet, és úgy jöhetett be. Eléggé a párom eléggé sok e-mailt kap naponta. De nyilván azokra kell, hogy rámenjenek, akiknek azért több félnivalója van, mert egy civil emberről fölkerül egy családos kép, ő hát talán kevésbé bánja, mint az, akit utána csemegéznek rajta, megosztják a képeit, beszélnek róla, aki nem arra mennek, igen, én is úgy érzem, vagy úgy gondoljuk, hogy akinek 10 kép van a számítógépén, biztos nem azt támadja meg. Én szerintem ezek tudják, hogy vagy kihez, vagy kiknek kell feltörni, és látták lehet, hogy nagyon sok adat van rajta, nagyon sok kép. Én nem tudom, tehát én nem is értem, hogy miért pont engem, vagy minket. És ez vírus volt valójában, vagy ez tényleg volt valaki mögötte? Mert ugye a vírusok mögöttem mindig van valaki. Vírus volt. Hát ha pénzt kérnek érte, akkor ott kell, hogy legyen. Tehát a vírus maga nem tudja csinálni. Na ezért kérdezem, hogy akkor ez kiderült, hogy valaki valójában van mögötte. Hát ez egy zsaroló vírus, és az a neve, hogy RSA 4096. Ez egy ilyen új keletű vírus, ami elvileg ilyen 1-2 hónapja van Magyarországon, vagy a világon, ezt így nem tudom, de ilyen feltörhetetlen, és átgázol mindenem. És ha nem fizetsz, törlik? Tehát akkor azt mondják, hogy mindent törölnek a gépedről? Hát igen, úgy van, hogy 72 órád van, és abból, hogyha mondjuk ilyen 60 óráig nem fizeted be az 500 dollárt, akkor az utolsó pár órára ez megduplázódik, tehát maximum 72 órád van, és 72 óra után törlik az egészet. Hogyha megpróbálod valamilyen vírussal ezeket kiirtani, akkor azon nyomban törlik. Hmm. Tehát olyan nagyon sanszod nincsen. Hát de nyilván nem is merted megkockáztatni azt, hogy nem fizetsz. Hogy jutnak nem, be a gépedbe? Nem. Hogy jutnak el a gépedig? Honnan tudják, hogy Rákóczi Ferit meg akarom zsarolni? Hogy találom meg a gépét? Itt nem a Kabát Petit keresik. Hát de neked van ez, nem? Nem, bárki. Mindegy, ez bárki lehet. Tehát, hogy törlik a munkádat, a tároltadataidat, a fejletet. Ő el se veszi, tehát ő nem le se szedte a képeket. Csak nem jutsz többet vissza a gépedbe. Csak az életben nem tudod megnyitni, minden töröl. Nem azzal, igen. Hát nem azzal zsaroltak, hogy esetleg a... Hanem, hogy nem jutsz be többet a laptopodba. Nem, hogy mindent elvesztesz, és az adatoktól kezdve a képeidet, a szerződéstől kezdve nagyon sok minden van a gépen, és azokat minden. Hát így azért sok embert egyébként így azért
meg tudnak károsítani. És ezt most megértettem. Nyilván 70 ezer darab képet nem néztél végig, de visszakaptál érzésed szerint mindent? Nem, mindent nem tudtunk. Ez úgy működik, hogy odaadják ezt a kódot, amire befizetted, vagy átuta, vagy ilyen virtuálisan, és ezt saját magadnak kell visszaállítani, ami eléggé komoly feladat. Hát én azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy ilyen 70-75% jött vissza, nem mindegyik jött vissza. Aha. Azt írja valaki, biztos egy fradista hacker volt. Ezt írják, Péter, tuti fradista volt. Kérdezni is akartam pedig, hogy nem kerültek fel esetleg új képek, mit tudom én, Böde Dalni ünnepli a gólját, amit ellentek szerzett, vagy ilyesmilyen fotók nem kerültek fel esetleg a gépedre? Nem hallottam pontosan. Aha, persze, hogy illetve nem is ismered az illetet. És ami még fontos, hogy nagyon sokan azt írják, hogy ez a vírus úgy érkezik meg, hogy pornó oldalt nézel. Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy hogyha ilyeneket néznék a gépen, annak is nem örülne a párom, úgyhogy biztos, hogy nem úgy. Ilyen nekem is följött egyszer. De nekem a következő volt, figyelj, de rettenetesen megijedt. Vagy a Kabát Peti pornó oldalakon. Följött az, hogy nem, följött az, figyelj, a rendőrség logójával, hogy tiltott tartalmakat néz, magyar rendőrség. Figyeljük, tudjuk róla, letiltottuk a gépét, menjen el egy benzinkúthoz, vegyen meg egy feltöltőkártyát, üsse be a PIN-kódot, egyébként 2 óra megérkezünk a házba elé, tudod, és így, volt, és lecsukod a laptopot, pedig nem olyan tartalmat néztél, hát most valamilyen felnőtt oldalakon veszte. Lecsukod, és jaj, itt vagytok. Már vártam a szirénát, tudod. Én kitéptem a kábelt a konnektorból. És a következő történik, elgondolkozol. Aztán rájöttem, hogy ez így nem lehet. Lefutatod, hogy nem így néz ki a magyar rendőrségnek a logója. Nem érted, ugye, akkor elkezded itt lefutatni, de volt filóra, amikor ültem, bebújtam az ágyon, tudod, és vártam a szirénát. No, hogy mennék benzinkútra? Kikapcsoltam, visszakapcsoltam, rájöttem, tudod, fél óra, nem mertem hozzányúlni a gépemhez, mit csináljam? De kikapcsoltam, és aztán az eltűnt. Tehát egész egyszerűen. Amikor elsőre ez megjelenik, összetolod magad. Hogy Jézus Isten, visznek el bilincsbe, mert olyan oldalakat néztél közben, nem volt annyira durva az oldal. Hát eléggé egyébként ilyen megdöbbentő volt, hiszen az összes, tehát akármelyik képre rákattintottál, vagy ilyen albumra, ugyanaz az ablak, ilyen fekete ablak jött föl, és egy ilyen angol szöveggel, és ott leírta pontosan, hogy mit kell ahhoz tenned, hogy ezeket az adatokat, hogy visszakapjad. Tehát tudtál, itt ebbe az ablakban olyan ilyen menü, vagy hogy mondjam nektek, volt, hogy mondjuk a zsarolónak tudtál írni, és még volt olyan, hogy 10 kérdésre, ma párom egyből írt, a 10 kérdésből egyre vagy kettőre még válaszolt is. Aha, és tehát nagyon durva. Ne szórakozz, Dani! Dani, ez már nem vicces. Egyáltalán nem vicces. Értem, hogy haragszol, Dani, de légy szíves, add vissza a képemet. Hát tudod, mit kell, akkor le kell menteni egy külső tényleg meghajtóra, mindent, ez a legjobb megoldás, hogy ezt lemented egy külső meghajtóra, és bármi van, összetöröd a laptopot, nem tudom, mit csinálsz, és ott van külső meghajtónak képe, nem tudom, veszel egy X-terás külső meghajtót, és akkor arra szépen az ember mindent lesz. Tehát ez a legbiztonságosabb, ma már ezt kell csinálni. Igen, nálunk ez nem volt meg, az volt a baj. Mondjuk volt a gépen ilyen virtus, vagy ilyen vírus ölő, de hát ezeken mindegyiken átment. Sajnos. Jó, hát igen, ezek azért nem mindegyik komoly. Hát igen. Na jó, őszintén, mi volt az oldal? Hova ne menjünk? Nagyjából megközeljétek, finoman el lehet mondani, hogy hol leselkednek ránk? Hol leselkednek ránk ezek a vírusok? De akkor ennek a gyengébé te is megkaptad, Jani, a magyar rendőrség tiltott oldalakat támogat. Vegyen a benzinkútó 3000 forintot, és ő sem a pinkodat. Új konnektort kellett vennem, mert olyan erővel téptem ki a falon, mert van hálózat. Te beszari, hogy meg ilyet mondom én. Egy hétig az ágy alatt ültem. Nem, én elkezdtem. Nem, én hátradőltem, és arra gondoltam, hogy ez elmúlt 15 évben, hogy megúsztam, elkezdtem neki örülni. És csak most találnak rám. Igen, volt jó 15 éven. Na jól van, hát ez egy nagyon kemény történet, érdemes azért erről beszélni. Igen, külső meghajtót kell tényleg. Jó, de Peti, tényleg a biztonságedre, ha nem akartok investálni egy külső Winchesterbe, nyugodtan küldd át az Adriról azokat a képeket, majd mi tároljuk. Jó, rendben, megbeszéltük. Péter, köszi, vigyázzatok magatokra. Nagyon szívesen, köszönjük. Ciao. Péternek, köszönjük szépen, hello. Sziasztok. Komolyan átfutott az agyam, hogy mi van az otthoni gépemen. Amit le lehetne így szedni. Igen. De a kérdés, hogy telefonon... Hogy ezek hogy nem jelennek meg telefonra?
Tehát ez inkább a gépen, telefonra nincs ilyen vírus, hogy nem tudnak megjelenni. Mondjuk a Mac ugye nem egy... A az nem szereti annyira a vírust, hál' Isten, igen, igen, a Mac-ek azok nem rosszak, igen. Sztori, de hogy miért, nem tudom, hogy mi a magyarázat a telcsikre. Mm-hmm. Na, most tette le. Van még egy IT-sunk, nem hívtuk föl, vagy nem? Ja, nagyon érdekes dolgot mondod. Azt mondja, hogy... Hírek után felhívunk még egy IT-st, elmondja, hogy ez egész hogy működik. Jó, próbál nekünk egy kicsit segíteni, írnak professzionális, ehhez nagyon értő emberek is, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Balázs, nekem az a rendőrséges vírus felnőtt tartalmaknál jön elő. Mondtam már? Nem. Mondtam már? Nagyon azt mondtam, csak hogy nem volt annyira durva, amit láttam, ahhoz képest, hogy vártam a szirénát. Mondtad, hogy felnőtt tartalma, de nem annyira és felnőtt. És azt is mondtam, hogy egy hétel az ágy alatt ültem, és minden szirénára összeszorult. Ja, mondjuk neked gyomra. Már elég magas az inger küszöböd, tehát ami neked nem volt. Na jó van. Tartok egy pici szünetet. Írjatok, drága hallgatók, kinek mi jelent meg a gépén? Mivel kell vigyázni? Azt tudjuk, hogy nagyjából milyen oldalakat nem lehet látogatni, mi a jó rendszer, mivel lehet ezt kivédeni, ilyenkor sok szaki megjelenik, és azonnal próbál nekünk is az ártatlan, gyanútlan felhasználóknak segíteni, illetve kit, hogy próbáltak hasonlóképpen laptopon keresztül képekkel, privát dolgokkal megzsarolni. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, ide jutam. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, Újfehértől és Nyíregyháza között, a nagy parkoló tele van sünnel, a Nyíregyháza felé érkezőket ellenőrzik, Ádám és Anita küldte nekünk. Köszönjük szépen, a 4-es főúton, Törökszent Miklósnál, Debrecen irányában, trafia felüljáron, és igazoltatás a következő parkolóban. Pisti írta nekünk. Balázs, kíváncsi, hogy mi van az otthoni gépeden, mondom. Igen, valaki. Nagyon érdekes történetről beszéltünk, egyre több az olyan vírus és a vírus mögött álló hacker csoportok, akik ugye blokkolják a gépedet, és hát mindenféle képekkel és személyes tartalommal tudnak téged zsarolni. Kabát Péterrel beszélgettünk a hírek előtt az Újpest sztárjával, aki elmondta, hogy hát több mint 70 000 fotóhoz ugye nem fértek hozzá, és fizetniük kellett, aztán a nagyját visszakapták. Nem teljesen egy-két képet. Igen. Nem sikerült visszaadni. Most vannak 48.524-nél. Igen, számolják. Visszatöltés. Van egy hallgatónk, aki segít nekünk még ebben az ügyben rendet tenni. Csaba, hello, jó reggelt, kívánunk. Hello, sziasztok, Csaba vagyok. Hello, Csaba, tudhatjuk, hogy hol dolgozol, vagy mivel foglalkozol? Igen, én a Szerencsejáték ZRT-nél információvédelemmel, információbiztonsággal foglalkozom. Nagy kutya, gyerekek, nagy kutyát fogtunk. Mik a hétvégi nyerőszámok? Mondja Léci 5 számot nagyon gyorsan. Ha elhívtok, akkor 9-kor akkor az 5-ös lottót megmondom, 7-től 8-ig húzzuk, 9-kor már én is tudom. Nagyon jó. Na, mondtad, hogy szeretné hozzászólni, még egy-két dolgot elmondani, eloszlatni. Mit kell tudnunk még, amit nem mondtunk el? Hát egy 2-5 percben egy kicsit el szeretnék keseríteni titeket. Ezen az első kérdés, ami gondolom Windows operációs rendszert használtok otthon. Igen. Van ilyen szó a számítógépeden, amikor belépsz? Nincs. Na, a Windows számítógépnél, amikor te dolgozol, te rendszergazda vagy a számítógépen, ezeket a programokat igazából te telepíted föl a saját számítógépedre, amikor az interneten járkálsz, és nem kell hozzá pornó oldalakhoz elmenni, tehát ez egy téveszme. Úgy működik, hogy bármilyen olyan oldalra elmész külföldön, ami egy kicsit különlegesebb, új dolgot szeretnél megtudni, meg szeretnéd nézni a legújabb Star Wars például nem a moziban, hanem valahonnan egy letöltő oldalról, és akkor ilyen weboldalak jönnek föl a keresőmotorra, és amikor ez a keresőmotor, ugye a Windows böngésződ, vagy a Chrome, vagy bármelyik böngészőből ezt megteszed, akkor följön ilyen ablak, hogy telepítsél egy kicsit a szoftvert, és akkor az neked segít a gyorsabb letöltésben. Na, ilyenkor telepíti föl az ember ezeket a szoftvereket. Aha, és ilyenkor érkezik meg a vírus? Ez nem vírus, ez egy titkosító szoftver. Az RSA 496, ez egy a 2-12-en számú titkosítási kulcsnak a rövidítése. Aha, picit azt most kezdek kell, én belemenni ebbe az erdőbe, de megyek vele szívesen, mint amikor viszlek valamit a bitófa alá, úgyhogy nem tudja, hova megy. Én megyek, ott vagyok melletted, és sétálok még gyanútlanul. A Wi-Fi-t, amit használsz, az 256 biten titkosít. A bankkártyád az ilyen 512 és 1024 biten titkosít. Ezek a különleges titkosító zsaroló szoftverek 4096 biten titkosítanak, tényleg nem lehet feltörni. Tehát, hogy ettől nyilván ti IT-sok izgalomba jöttök, engem még nem vett le a víz, mert nem értem a kettős kezdekül olyan menni. És hogy leszel célpont? Úgy leszel célpont, hogy ezek a kártékony szoftverírók is használják a Google-t, van Google fordító, és föltelepül a szoftver, megnézik, hogy ki vagy, a böngésződ összegyűjti, hogy mi a te neved, elküldi, lefordítják, megnézik, hogy a Google milyen találatokat ad, és
hogyha egy bizonyos szint fölé élsz, és azt látják, hogy Balázs a Morning Show-ból 1500 találat, vagy 5000 találat, akkor azt mondja, hogy ő lehető egy célpont. És akkor bekapcsolják a szoftvert, és letitkosítják az összes fájlodat. És hogy találja meg a gépemet? Tehát honnan tudja, hogy én, ha célpont vagyok? Találod meg őket. Én találom meg őket. Ugye böngészel, és te meg akarod nézni idő előtt a Star Wars-t, és akkor te letöltöd, mert te rendszergazda vagy. Ugye az épülgépeknél, a Macintosoknál nem vagy rendszergazda. A Linuxos rendszerekben alapból nem vagy rendszergazda, a iPhone-odon nem vagy rendszergazda, tehát nem tud így feltelepülni, plusz ugye az iPhone-on ugye store-ból telepíted a szoftvereket, tehát ott van egy erős ellenőrzés. Uh-huh. Ugye a Google-ös telefonoknál ott be tudod kapcsolni, hogy saját forrásból telepített szoftvereket engedélyezett. Na, ezt fölteszed, akkor meg tudod fertőzni a saját telefonodat. Tehát mit csinálja az ember? Fizessen ilyenkor szerinted egyébként? Hát, ha már fölkerült és betitkosították a szoftverrel betitkosították a fájaidat, nincs más lehetőség. Nem tudsz mit csinálni. Azt a mindenit. A legolcsóbb megoldás az, és ezzel ki lehet kerülni mindent, hogyha rendszeres időközönként az ember egy valahová külső meghajtóra vagy a felhőbe elmenti a nagyon fontos dolgait. Uh-huh. Tehát ugye kell egy biztonsági mentés. Igen, tehát egy biztonsági mentés, így van. Így van. Tehát ez a legolcsóbb megoldás. És van az, ami sokkal nehezebb, az sajnos azt mondom, hogy tanulni kell, és ezeknek mindig utána kell járni. Sajnos az informatika most már nem olyan, még otthon sem, hogy leülök, használom és tudom. Tehát a csalók és a zsiványok előttünk járnak folyamatosan, és jelenleg úgy lehet megvédeni a felhasználót, hogy oktatjuk mi is folyamatosan, évente kétszer oktatást tartunk, vizsgáznak belőle a munkatársaink, hogy felkészüljenek arra, hogy mit kell tenni, hol vannak a veszélyes pontok. Titeket sokszor támadnak, vagy próbálnak bejutni rendszeren belül? Fél nyolckor éreztek valamiféle aktivitást? Két szemüvegesekkel megpróbálja a 3-ast, a 6-ost, a 9-est és a 12-est valahogy a gépet megmahinálni? Nem tudják, hát ugye a játékrendszer egy teljesen zárt, teljesen független attól, ami a klasszikus irodai informatika. Ráadásul ugye azt, hogy most egy számítógépes rendszerrel csinálsz valamit, attól még a golyók azok lesznek, amit a véletlen meg fortuna isten azt mondja. Te láttad ezt a szerb lottosorsolást? Igen, láttam. Az egy szerencsétlen dolog, arról mindent tudunk. Tehát uh-huh, mindent tudtok. Azt már tanítjátok. Hogy volt az, hogy nem jött ki még a szám, és kiírta, hogy most nem biztos, hogy jó számon adok, tehát ugye az volt a lottosorsolás, hogy sorsolták, kettes golyó megérkezett, hármas golyó még nem jött ki, kiírta a 21-est. Megjött a golyó, várjál, bocsánat, csak végigmondom, megjött a golyó, majd utána aztán még egyszer előre elmondta, hogy milyen szám jön, és azt is kihúzta. Tehát előbb jelent meg a szám, mint ahogy húzó volt a golyó. Ugye ez volt nagyjából a sorsolás lényeg. Igen, 21-es, 27-es számot összekeverte, igen. Ugye ő náluk az van, hogy ha jól emlékszem, akkor 49 számból húznak 6-ot, vagy 5-öt, és... A számhúzó játékoknál az egyik legnagyobb probléma maga a golyó, ami kijön a számhúzógépből. Ugye azon vannak rá vannak írva a számok, és ma a világon nem tudsz olyan úgynevezett OCR-ező, automatikus karakterfelismerő szoftvert vásárolni a piacon, ami ránéz a videókamera felvételre, és 100%-os pontosságot vállalna a gyártó, hogy tényleg azt a számot olvassa le a videókamera képről, ami a golyón van. Ugye a golyón össze-visszaállhat a golyó, amikor kijön a gépből, ezért össze-visszaállnak rajta a számok. Ezért majdnem, én úgy tudom, hogy minden lottó társaság, amikor mi eljárunk ilyen konferenciákra, erről beszélünk, mindenki számhúzó ellenőröket használ erre a dologra, és van egy emberke egy számítógép mögött, aki beüti a számot egy számítógépbe, és amiatt jelenik meg alul ez a szám, ez nálunk is így van, Magyarországon, csak mi két ilyen embert használunk, két külön számítógépen. Na de ott előbb jelent meg a szám, mint ahogy kihúzták a golyót, majd... Igen, mert a fiatalember be volt rúgva, és a 27-es számot elnézte, és azt írta be, hogy 21. Majd utána kihúzták a 27-et. És ugye ott már csak 46 számból kellett eltalálni a 27-est, nem pedig 50 millióból, mint a nyerési esély. Aha. És ugye utána fölírta rosszul a 27-es, majd javított a 21-re, majd kihúzták a 27-est utána. A szoftver nem teszel neki lehetőséget, és beírta a 27-es helyett a 21-et, vagy fordítottam a 21 helyett a 27-et. És utána kihúzták. És a következőnél meg kihúzta a gép.
Tehát tényleg egy ilyen borzasztó szerencsétlen dolog, hogy csak egy ember használta azt a szoftvert, be volt rúgva. És tényleg benned itt az adott sorsolás. Tudjátok, vagy kiadta kerül egy közleményt, egy jó részeg volt? Hát ugye mi nekünk vannak ilyen nemzetközi lottó szervezeteknek vagyunk a tagja, járunk ilyen nemzetközi biztonsági konferenciára, és ez konkrétan példa volt, és találkoztunk a szerv kollégákkal, írtunk is nekik, beszélgettünk, és elmondták. Ja, azt értettük, hogy írtunk is. És azt tudni, hogy azt esetleg tudjátok, hogy ezen ügy után mennyivel csappan meg a szerencsejáték játszók száma? Tehát, hogy mennyire ment el a lakosság bizalma? Mértékében jelentősen, de hát ugye gyakorlatilag mindenkit kirúgtak. Tehát a vezérigazgatót, az informatikai igazgatót, ezt az úriembert, nagyon sok embert elküldtek, átalakították az egész miért nem kézi a sorsolás nálatok? Az lenne a legtisztább. Ott még mondják a meleg golyót, hideg golyót, miért nem minden héten kézzel sorsoltok? Hát azért ott Aranka nem tudja, hogy a 88 meleg golyóból találd meg az egy hideg golyót. Hát azért az még nehezebb lehet. Tényleg egyszer nagyon szívesen megmutatnám bárkinek azt, hogy hogyan kezdődik ez az egész lottó sorsolás. Tehát ott közjegyző mondja meg, hogy milyen gépet választunk, milyen golyóval. Tehát nem mi találjuk ki, több golyószett van, évente többször felülvizsgáljuk a golyókat egy ilyen színellenőrző szoftverrel, amit ráadásul nem is mi csinálunk, hanem külső cég csinál, és így olyan színeltérést észrevesz egy szoftver, amit az emberi szem már nem is, és kírja, hogy nem jó, az egész golyószettet cseréljük, és teszünk be újat. Tehát, hogy... Én a kézit még nem jöttem rá, vagy arra nem lenne elméletem, hogy lehet manipulálni. A gépit azt már tudom, hogy lehetne manipulálni. De jó neked, akkor írd meg nekünk részt. Akkor... Egy baromi egyszerű szoftver, tehát ugye tudom az összes találatot, és kidobatok a géppel egy olyan számsort, ami nem jött be. Ugye, mert addigra, amire zárják a sorsolást, addigra megvan az összes géppel feladott számsor. Úgyhogy kombináltatok egy olyan sort, ahol mondjuk nem nyer ötöst, és utána a gép kihúzza. De hát nyilván, ha ez egy rendszer kiderül, akkor itt mindenki megbukik, és tehát nem éri megcsalni, én ezt pontosan tudom. A kézi sorsolásnál még Aranka, amikor megérkezik. Na de hogy húzatott ki az öt golyó? Kezi csókolom, Bicskére jött. Halmozod a nyereményt, és aztán nem jött hozzá. Soha, mert hogy nem tudod kisorsoltatni azokat a számokat. Aha. Hát azért a gépi sorsolásnál, és hogy onnan tudja a gép, hogy melyik golyó az a golyó, amelyik szerint. Na hát ez még nincs meg. Jó, hát ez még nincs meg. Rakok egy pici mágnest abba az öt darab golyóba. Nagyon vicces leveleket szoktunk kapni. Igen? Idősebb úri emberektől, akik írkálnak, hogy lebeg a golyó és elektrogravitációt használunk. Ezt mi is olvastuk, igen. Mint a Kempelen farkas sakkozógépébe. Törpe van meg. Törpe van, igen. A golyóba. Igen, tehát azért volt ilyen elmélet. Ez a hatos, a kilences, ez egy megtörtént sztori nálatok? Hát gondolom, vagy ez egy ilyen urbánus legenda. Hát az a videó YouTube-on is le lehet tölteni. Mi nem találtuk? Pedig fönt van, 1900, azt hiszem a 70-es években volt, és fönt van. Meg tényleg? Találni, kihúzta a hatost, elnézte, és mondta, hogy a kilences is fordított rajta egyet? Hát volt egy, ugye évente, minden évben egyszer nemzetközi biztonsági auditon vesz részt a cég, és már több éve, és pont egy ilyen auditnál külföldről voltak itt kollégák, és az auditorok, és egy karate mester volt a számhúzó a skandináv lotton, konkrétan ketté törte a golyót, olyan erős volt, a másik irányba tekerte, de akkor mindenki látta, hogy a golyó az gyakorlatilag három darab műanyag dologból áll, egy korong, egy félgömb, és a másik elmet tekerte, és ketté törte. Az egész golyószettet cserélni kellett. Akkor már más lesz a sója is, például ilyen 0,1 gram pontossággal mérjük a golyókat, azt is a külső cég, aki a szint vizsgálja. Nyilván persze, meg hát nem éri meg. Eltérés van, azonnal cseréljük, tehát persze. De még az is egy nagy biznisz, hogy azt mondjátok, hogy volt ötös. Sose tudjuk meg, hogy volt-e valójában. A nyeremény 2,5 milliárd forint. Elvitték, ugye? Igen. És mivel Magyarországon nincs kötelező nyilatkozás arról, hogy te vagy a nyertes, ugye egy csomó országban, Olaszországban, amiben ki kell állni, igen, sajnos, mert ugye ezzel hitelesíti magát a sorsolást. Itt meg egyszer csak azt mondják, hogy elvitték, aztán ugye hát ezt se tudja az ember, hogy most valójában elvitték, vagy nem vitték, nem? Hát elviszik. Tehát a lottó nyereményeket mi kifizetjük, mi nagyon szeretjük a játékosainkat, hiszen ezért szervezzük ezt az egészet, és az SRT-nek igazából a legnagyobb érték. Nyilván persze, ezek összeesküvés elméletek, persze, nyilván. Ez egyszer kiderül, akkor gajra megy az egész, nem éri meg, nyilván, persze. Meg azért vannak zsiványok, akik arra játszanak, hogy ők nyerték a lottót, és akkor azt akár bíróságra is elmennek, és akkor a bíróságnak be kell tudni mutatni. Jönnek az elméletek, kézinél öt golyót előtte lefagyasztanak, ezért hideg lesz. Igen, a gömben, és mondják, hogy Ilonka,
Ugye jön Ilonka. Igen. Ilonka emeljárt a 26-os székre, jön Ilonka. Ilonka néni, találja meg Ilonka, a hideg golyót. Emlékezzen a fiatal korára, a hideg golyóra menjünk. Jó? És Ilonka riadtan keresi a hideg golyót, majd odaszól a hostesslánynak, nem találom, nem találom. Azért ez kicsit nehéz elképzelni. Ugyanígy Ilonka kicsit fázós, a kesztyűt legyen szíves levenni. És ezt 5 emberrel kell megbeszélni. Mondjuk az 5-ös lottó sorsolás 8 óráig. 6 órakor már elkezdődik maga az előkészület, és már akkor a közjegyző előtt elkezdődik az egész. Persze, hatalmat. Nyilván, hát ez egy komoly, mert komoly sorsolás. Ha én 6 óra előtt lehűtöm a golyót, mondjuk, egyik hűtsem, mínusz 150 fokig lehűtöm, folyékony nitrogénnel, először is hófehér lesz az az 5 golyó. Tehát elég sanszos, hogy észreveszik. Nyilván persze, hát az emberi összeesküvés elméletek mindig a legjobbak. Mindenki nagyon hisz a saját ideológiájában, és azt gondolja, hogy megvan, hűtött golyó. És aztán nem pörgeti ezt tovább. Csaba, nagyon köszi, szerettük nagyon a beszélgetést. Nagyon további szép napot, szervusztok. Köszönjük szépen, hello. Ciao, hello. Hello, hello. Jó szerencsét, vagy mit? Nagyon nagy, megvan egyébként a YouTube videó, megvan a nagy klasszikus. Megvan, a 6-9-es? Na, igen. Meghallgatjuk a hírek után, jó? Mit mond óra játékunk van ilyenkor, de most nincs, mert ugye elmegyünk egy picit hírezni, nem felejtjük el a játékot, kivételesen 8 óra után fogjuk lejátszani, jó? Úgyhogy aki játszana, az mindenképpen jelentkezzen SMS-ben a mit mond óra játékunkra. Gyorsan azt mondja, hogy még egy-két összeesküvés emelet, a kilászott golyókat negatív töltéssel feltöltjük, a kiemelő rudat és a többi golyót pozitív töltéssel feltöltjük. Már is megvan a megoldás, István írja nekünk. A 6-os, a 9-es, ezt kell beírni a YouTube-ra, Jani erről beszél, megtalálta, úgyhogy ebbe belehallgattunk a hírek után. Kézinél 5 golyót lefagyasztják, megvan az összeesküvés elmélet, igen. Gyerekek, tudom a tutit, hívjatok, visszaírja valaki. Tehát ilyenkor azonnal elindulnak az összeesküvés elméletek, igen. Jó van, Ákos jön a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk akkor a játékkal, illetve vendégünk is lesz 9 órakor, nem 8 órakor, mert csak 8 óra van. Geszti Péter jön, nem hozzá is kicsi. Ez az. Mert hogy Péter házatáján mindig történik valami, úgyhogy kicsit Péterrel beszélgetünk a játékkal, és vele folytatjuk. Ákos, híre jutam. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 8 óra után vagyunk pontosan. 7 perccel jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. És kitartás mindenkinek, aki küzd azzal, hogy egyrészt rossz idő van, kettő borult az idő, lesz még ugye, lesz még rosszabb, lesz még nyár, gyerekek. Szoktuk volt mondani, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, erre kell gondolni. Egyébként tényleg kék az ég, és már látom az én kis ikonomon, hogy előbb-utóbb megérkezik a nap is, tehát nem hagyhatjuk, hogy a rossz idő elvegye a kedvünket. Szombaton már esetleg 9-10 fok is lehet, és picit sütni fog a nap, úgyhogy van remény, ha ez ma még nem is látszik egyébként az égbolton. Na már esetleg nagyon jó szófordulat, ajánlom a meteorológusoknak a figyelmébe, használtok. Már esetleg jó idő is lehet a hétvégén. Időjök is használnak, tehát a meteorológusoknál sokszor nem blöfföl senki többet, mert hogy nagyjából egy napra merik megmondani. Ott az ellenkezője ugyanúgy igaz. Abszolút. Koccanás történt Kőbányán az Őrsvezértér előtt, mindenki figyeljen, ezt Marci küldte nekünk. 21-es út, 21-es kilométer kő, az M3-as autót felé trafi. Üdv Anna. Aztán 14. kerület vezérút Hüredi sarkán baleset, rendőrség már ott van, ott is menjetek óvatosan. Boti küldte nekünk, Ülő és Vecsés között a 400-ason nagyon nagy dugó van. Mi a fene van a Szentendrei úton, marha nagy a dugó, Sapcsi papi küldte nekünk, ahogy valaki elküldi mondjuk. Hatalmas baleset a Ferihegyre vezető úton Vecsésnél, valamint Törökszent Miklósnál Debrecen irányában, a 4-es főúton trafi van, a felőjáron is igazoltatás a következő parkolóban. Ezt Pisti küldte nekünk. És a 81-es trolibusz teljes vonalán pótlóbusz jár a troli helyett, mert úgy baleset volt. Hogy állunk az évfájánál? Mondjál gyorsan, egy mondatot értek. Azt mondja, hogy mondom, ami a legfontosabb, hogy a csehek továbbra is le vannak maradva mögöttünk, ők 27.157 szavazattal állnak a második helyen, Bátaszék legöregebb fája, Molyhos Tölgy pedig 35.417. Gyere velük! Azt hittem, én vagyok a legfiébb matekból. De nem. 35.417 szavazattal vezet. Tehát vezetünk? A Molyhos Tölgy jelenleg. Így van. Azért a szavazás még tart egy ideig, és az utolsó hét az ugye anonim lesz, és akkor nem fogjuk látni egyáltalán szavazatokat, de egyelőre úgy néz ki, hogy jól állunk.
Ennyi, a csehek nem értik. A csehek nem értik, hogy nem. hogy van, kicsit elhúznak, és jön ez a kicsi pici ország, és azonnal lenyomja őket a szavazásra. Csúnya pofára fognak, és még csináltak maguknak egy versenyt, és elveszítik. Számítás. Ők írták ki, tényleg? Igen. Hogy ez mi legyen az évfája? Én nem értek még. Sokszor. az mekkora bukó. Na, több mindennel tartozunk. Egyrészt ugye beszéltünk egy nagyon helyes hallgatóval még a hírek előtt, Csabával, aki ugye reagált nekünk az előző témánkra, és a szerencsejáték ZRT IT-sa volt, igen, bejelentkezett. Nagyon érdekes dolgokat mondott egyébként a lottósorsolásról, hogy hogy védik a rendszert, és mi a fenét tud csinálni az ember, ha egy ilyen vírus kerül a gépére, ahol megzsarolják. És ugye ő mondta, hogy fent van az az ominózus lottósorsolás, amikor ugye egy idős bácsi kihúzza azt a bizonyos golyót, és azt mondja, hogy a hatost, majd mond egy rondaszót, és azt mondja, hogy nem, a kilences fordít rajta egyet. Én megnéztem ezt a videót többször, én szerintem ez nem az eredeti, szerintem ez egy kamu videó. A műsorvezető, Istenem ad, hogy ne az eredeti legyen, tényleg kicsit ravis külsővel áll, a bácsin az összes kitüntetés rajta van, tehát hogy ez az egész úgy néz ki, mint egy újraforgatott gánosi paródia. Nem volt meglepő, de ez nem lehet az eredeti. Minden esetre fent van, meg tudjuk mutatni, hogy ez hogy történt. Hogy ez most az igazi vagy nem, ezt mindenki döntse el, én a látottak alapján azt mondanám, hogy ez egy újraforgatott verzió, és ezt megcsinálták, mert a régi kópia eltűnt, de meg tudjuk mutatni, hogy nagyjából mi történt, mert van egy generáció, aki ezt a szorít már nem ismeri. Ugye, hogy a bácsi megérkezik, kihúzta a golyót, majd fordított rajta egyet, ami így szólt. Én többször dolgozott Bangladesben vendégmunkásként. Vendégmunkásként. Bangladesben. Ez újraforgatott, gyerekek, ez egy újraforgatott dolog. Bangladesben dolgozott sokat a bácsi. A vendégmunkás és a műsorvezető, hogy halálos nyugalommal közli, hogy akkor igen, a 9-es. De állítólag ez tényleg valójában megtörtént. Na, elmaradt a játékunk is, ugye, úgyhogy ezt is pótoljuk. És aztán egyben megköszönjük vendégünknek, hogy eljött és hogy itt volt. Akkor elköszönjük. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és most hírek Ákostól. Na, gyorsan játszunk még valakivel, itt van már is egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. Hozzájállat, élete szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Alitta vagyok. Alitta, hát ezeket a neveket már fejből tudjuk. Hello, ciao, jó reggelt. Szia, Józsi. István. Szia. Attila. Úgy van. Attila, megfejtettük, főleg, hogy ide van nekem írva. Itt sokkal könnyebb. Hát, könnyebb. Persze. Neked mindig baromi nehéz, mert általában az utolsó az mindig a szólásmondás, ami ráadásul mindig a pénteki játékosnak marad, úgyhogy neked háromszor mutatjuk meg anélkül, hogy kivennénk bármit az ajándékcsomagból. Jó? Jó, oké. Okay. Vigasztaljon a tudat, hogy baromi hosszú. Ennek örülök. Van, aki segít, hallom, ott áll melletted valaki? Kint vannak szerintem a rádiónál most is hirtelen. Ki van kint? Családdal játszol? Kollégák. Igen, mit dolgozol, merre vagy? Siófokon, raktárba. Csillfokon, raktárban. Aha. És te vagy raktáron belül, vagy te kijöttél, a többiek pedig állnak a raktárban? Vagy egy másik első bátorban? Hát kint vannak a rádió mellett, én meg itt bent az irodában most is hirtelen. És hányan kuporognak most a rádió mellett? Hát, szerintem csak egy. Nem sok. Kettő, három legalább napotára. A többiek kim vannak, nagyon gyorsan magadra hagytak. Azonnal elmerekültek a süllyedőhajóról, mikor hallották, hogy mi lesz a feladvány. Na jó, indítjuk az órát, figyelj, fél percet van, próbáld kitalálni, hogy mit mond óra. Jó? Jó. Óra elindult, figyelj, már is mutatom. Rása vagyok, nádub, lov, rezgye. Uramisten. Ha rezgyét kitalálod, akkor meg vagy egyébként. Még egyszer léci. Rása vagyok, nádub, lov, rezgye. Húha. Nádub, lov, gyeszt. Igen, egy régi moldáv közmondás. Figyelj. Rása vagyok, nádub, lov, rezgye. Basztus, hát ez tényleg nehéz. Rezgye. Rezgye. Pedig meg lehet. Hát a lov rezgye, abból már meg lehet, ha visszafordítod. Hallgass meg még egyszer. Rása vagyok, nádub, lov, rezgye. Egyszer volt Budán kutyavásár. Ó, Istenem, hát ki az Isten, te? Senki. Ez, hát ez az. Ezért ez szeretjük ezt a játékot, mert nem kell sok ajándékcsomagot adni. A promóciós lányok mindig a levegőbe csak meg ilyenkor. Egyet megint megsporoltunk. Csak az utolsó részt kell mindig ki. Most azt szerintem akkor sem, mert nagyon senkinek se, odakint se. Hát mondom, ezért jó az azért játék. Vannak kint, úgyse segítettek volna. Ja, úgyse segítettem, miért is ne. Attila, köszi. Hát azért nincs, hogy én is köszönöm. Ciao. Szia. Hello. Hello. Ciao. Hello. 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 Hello.
nincs jobb egy olyan játéknál egy rádió műsorban, amiben soha nincs sikerélmény, nem? Tehát ez egy jól kitalált játék. A katarzis teljes hiánya. 10-ből 8-szor, ugye? Mindenki így hallgatja, hogy ú, de jó, tudod. Hiányzik a katarzis, nem baj. Majd akkor indul a görög aludni, adunk ilyen feladatot. Ja. Nem, úgy azt hittem, hogy ez meg lehet. Na jó van, megyünk tovább, így 4:09 tájékán, mert hogy vendégünk van itt a stúdióban. Van. Aki fogja a fejét. Aki fogja a fejét. Most mindjárt meghal. Bizony, és nem beszélhetünk sokat, mert rúgdos a lábunkat az asztal alatt, hogy térjünk már az új lemezére. Lassan el kell mennünk hírezni, hogy már is beszélünk bele. Itt van velünk Geszti Péter, hello! Péter. Sziasztok! Hát nem kell itt a mikrofont, úgy könnyű válaszolni. Először is, Jani, neked olyan kicsi lábod van, mint Wendauernek a Pál utcai fiúba, tehát azt nehéz eltalálni. 1-2. Pont azon gondolkodtam, hogy hol van még ebben az országban egy olyan munkahely, ahol azért fizetnek sokat, hogy halálba szívassátok az embereket. Ezt nem mi vagyunk, mi a feladat. Még el is mondta a Balázs is, kicsit mondjuk másképp mondta el, de elmondta ő is. Hát segítők. És hol egyszer, ezt próbáltam elmondani. És hol van egyébként még olyan munkahely ebben az országban, ahol 3 szavas szlogenekért milliókat fizet. Van ilyen. Egy elég nagy épületben, ami a Duna partján áll egyébként. Ne javaslom. Na mi újság van? Esik-e kint, vagy nem? Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Az a helyzet, hogy pontosan úgy néz ki Budapest, mint hogy egy óriási nagy mosogatórongy ráborult volna. Hangulatos, ki is van csavarva. Arra ébredtem reggel, hogy kb. 2 órája esik az eső. Ez nálunk azért gáz, mert hamar megtelik ott az emésztő, és akkor 3 naponta kell a szippantosokat kihívni. Jó, egészen furcsa a kulisszatétek. Nem, szerettem volna valami. Kikevet költözik a nyára. Aha, hát hülyebb, mint a szél. Van tiszta levegő, ne viccelj. Illegálisan csináltok, és nem kötöttetek rá még a csatornahálózatra? Olcsóbb a locsolás. Jó, azt jól mondod, bizony. Igen, rákötöttek csak a szomszéd emésztőjére. Jani, nem magadból indulj ki. Figyelj, nem a lagzilacsi file tempót nyomom, érted? Náluk ez egyiket konkrétan meg volt annak idején. A fatalom csinált egy túlfolyót, és rákötötte a szomszédnak az emésztőt. Figyelj, apádról azért elég sok minden Jani értelmezte. Jani, most már mindent értem. Kötött, csak nem tudtuk, hogy hova. Azok a kolcsatornáim. Hogy rúgod be magad reggel? Már nem úgy értem, hogy iszol-e bánik. Hogy egy ilyen Péteres féle kis szójátékkal kérdezem, hogy tényleg 5 hónapig rossz idő van. Ugye? Az embernek folyamatosan trenírioznia kell magát, hogy ezt valahogy ne uralkodjon rajtad, és kell találni bizonyos módszereket, ahogy te elindítod a napodat, ahogy jobb kedved lesz, ahogy egy kicsit átugrasz azon, hogy elinduljon minden reggel az életed. Van erre valami praktikát? Hol volt ebben a szójáték? Sehol. Nem, a válaszokban lesz. A válaszokban egész biztos, hogy lesz, ezért kihagytam. Egyetlen nem szokott lenni ilyesmi. Hát ma reggel úgy keltem speciál, hogy rögtön nem tudtam lefeküdni a saját ágyamba, mert az egyik lányunk az belázasodott, a másik úgy döntött, hogy akkor ő vele alszik. De mind a ketten éjszaka átmentek, kitúrták az anyjukat az ágyukból. Ezért az anyjuk átment egy olyan dolgozószobába, ahol én szoktam akkor feküdni, mikor a gyerekek betegek. Ezért, amikor hazamentem, de a feleségem minden esetre ott feküdt a pótájon, úgyhogy én végül is a kisebbik lányom ágyában aludtam, kicsit hát magzatpózban kucorodva. Ez kb. 5,5 órán keresztül zajlott, aztán fölébredtem hajnalban, és lábujjhegyen próbáltam távozni, mert ha ilyenkor ez nem sikerül, nyilván ismerős gyakorlapukáknak, akkor torkom átharapása következik otthon, hogy miért ébredtet a gyereket, ugye? Ennél egy nagyobb bűn van, ha megeszel a kajáját. Istenem, ilyenkor mindig úgy megnyugszom. Nem csak nálatok van. Azt hiszem, hogy nálunk nagyobb kísértetjárás este nincs egyébként. Vonulok, elalszom a gyereknél, Viki lejön leszúrni, miért aludtam el a gyereknél. Én befeküdtem elő, hogy jót akarok a gyereknek, nem alhatok a gyerek ágyába, visszavonulok, fél óron a gyerek megjelenik, hogy apa nem tudok aludni, visszamegyek, jön a Viki, miért aludtál el. És ez, hogy 6-szor, 8-szor azért, hogy finoman eljátszuk, közben a kicsi 3-szor fölébred, de akkor ti is diszkoztok. Persze, és akkor ugye mindenki csodálkozik utána, hogy apuka hazamegy néha napközben, és elalszik. És akkor ugye rám ragadt az a név, hogy Pityipű, mert hogy állítólag még horgolok is. Pityipű. És akkor bejönnek a csőgés, és azt mondja, hogy Pityipű, ébresztő. Mi az, Sárikám, mi az, mi történik? Ennél sokat durvábbat mondom, nekem volt egy olyan piros lámpa, ahol be tudtam állítani úgy magam, hogy tudjak 1 percet aludni. Tehát amikor nagyon olyan időszakban voltunk, hogy Benni nagyon sokat nem aludt, és volt egy másfélünk, ami kemény volt, vártam, hogy ahhoz a piros lámpa az érjek, és amikor zöld volt a lámpa, lassítottam, hogy megvárjam a sárgát, hogy meg tudjak állni. És tudtam, hogy ez egy hosszú piros, elkezdtem hátradönteni az ülést, és tudtam, hogy úgyis dudálnak. Most és egy 2,5 percet olyan mélyen nyálcsorgatva tudtam aludni, jött a duda, fölé, elé, és indultam. És újjá születtem. Abszolút. Most akkor elárulom nektek, most a felesége nem hallja, hogy az történt tegnap, hogy nekem kellett a lencsikével lenni otthon. A Sár is otthon maradt, mert picit ő is belázasodott. És befeküdtünk az ágyba, néztünk magyar népmeséket. És mi történt? Miért kínzod ezzel a gyerekeket? Hát, miért nem nézted a gyerek? Figyelj, francia iskolában járnak, muszáj megtanulni magyarul, ugye? Tehát a csillagszemű juhásznál elaludtam, de úgyhogy két gyerek iszonyú erővel nézte, tudod, és középen csendesen pityipűztem. Persze, egy bógyó és babócánál nem lehet jobbra szundikálni. Hát te tudod, Balázs, mi nem
azt nézzük. Miért akkor előidézem az agyfalát a gyermeknek? Nem, azt nem mondtam. Én az, a Benit a magyar népesítől a hidegverik. Tehát egyszerűen nem, én megpróbáltam, végigmentünk ezen. De mi a képi világ? Vagy a mese maga? Valahogy nem köti nem bírja. Nem köti. Nem bírja ezt a dallamot, hogy... Nem, a dalmat nagyon szeretni, hiszen elindul ez a villogó, ugye? Mi a pálinka szárra, ezzel szoktunk bóbiskolni, nagyon helyes. Az a baj, ezt berakom a gyereknek, elkezdődti a fejét, hogy apa vedd ki. Ja, tehát, persze. De gyerekek a legjobb célcsoportom. Figyelj, értem, a 60 éves nők és az 5 éves gyerekek rajonganak nagyon. Tényleg. Mit mondtál, bocsánat, nem maradom? Nem érdekes, jó reggelt kívánok. 60 plusz és az 5-ös? De nem IQ-ban miatt még megkérdezed, jó? Jaj, láttam a házban, olyan helyes kis fiatal, nem a kis vörös. Félek, szikró szerepekre is általában ezt kapod. Tehát, hogy én a Beninél 3 évig néztelek a jégkorszakban, jégkorszak 1-2-3, ugye hát a gyerek imádja, tehát ott is ott vagy. Egyszer beszabadultam egy nagyobb baráti társaságban nyáron egy nyaralás közben, és 30 gyerek rohangált utánam folyamatosan. Beszélj úgy, mint szét. Ah, pontosan. Beszélj úgy, mint szét. És mit mondtál? Hát az, hogy... Szóval, én vagyok a fűz királya! Ez nagyon jó, mert utána még 60 órán keresztül rohangáltak utána, hogy még egyszer. Elköltem azt a hibát. Borzasztó. De hála Istennek, még az én gyerekeim ezt nem kérik, úgyhogy... Mekkorák most? Hát kicsit nagyobbak, mint egy évvel ezelőtt, tehát konkrétan 5 éves. Ne arra úgy, hogy nem tartom fejben, hogy jelen pillanatban nem lapozom annyit a Story magazint, hogy nem, most hogy... fejből tudjam, hogy hány éves a gyerekek. Álljon meg a menet, te többet vél a Story magazinban, mint én. No! De. Nekem évi egy anyagom van a Story nekem magazinban. Is, tessék, is, jó, de te is. Négyszer vagy a hotban még mellett. Ezt a rutinos vizé könnyű bulvár. Te, merülni nagyon megy. Te, abszolút, persze. Hát meg egy ilyen műsorban jelen pillanatban ugye azért nagyon más dolgot nem is érinthetünk. Mesélj inkább arról, mit szabadít. Mire gondolsz? Mit szabadítasz újra ránk, tessék akkor? Na. Hát semmilyen vírus, tehát ne aggódjatok, Kabát Péternek nem kell tőlem aggódnia. Bár engem is meglepett ez a dolog, hogy az embert így betámadják a neten. Kérlek szépen, van egy új Létvágy című albumom, aminek az érdekessége, ez egy úgynevezett featuring album, ezt magyarul úgy mondják, hogy az ember nem egyedül tolja szólóban, hanem hogy hív magához más énekeseket, és akkor ilyen duettek jönnek létre. Tehát featuring Geszti kis Grófolyer, erre kell? Hát dolgoztam rá, de ő nem állt velem szóba. Az ő tudja tartani a színvonalat. A featuring nagyon jó, mindenhol ott van, nem? De neki nagyon kell, hogy a jobb. Neki utal a legtöbbet az Atlisius. Igen, featuring valamit nagyon jól csinál. Szokták kérdezni, melyik díjamra vagyok a legbüszkébb, mondom, hogy jogdíj, gyerekek, arra kell gyúrni, semmilyen más díj nem érdekes. Na szóval a lényeg az, hogy Olá Geritől kezdve Tóth Gabig és Wolf Katitól Kovaszkig nagyon sokan jöttek el erre az albumra, és ezt elő is fogjuk adni majd március elején egy nagy koncerten. Ez most nagyon jó, ezt maga angolosztályék is csinálják, gyereknek. Nem adjuk ki új albumot, mindenkinek kiadjuk, hogy írjon egyet, és hozzá az album. Ez új album. Ez a legjobb dolog. Nem, ez új album, Balázs. Vadi új dalok vannak rajta, csak hát hívtam más énekeseket is. Nem, te énekeseket hívtál, mert te ugye, mint tudjuk. Így van, én rapper vagyok. Azaz, így van. Sosem mondtam, hogy nem. Hívjunk valakit, aki valójában tud énekelni. Figyelj, engem csak a hangom szokott megállítani abban, hogy énekes legyek. Péternek van önkritikája. Mondjuk az ember azt hiszi, hogy egyre inkább, hogy csak az van neki. Főleg mióta járok veletek egy műsorban. Hát az nagyon súlyos. És hogy volt az énekesi kiválasztás? Küldtél 30-nak felkérő e-mailt, válaszolt. E-mail? Te súlyos, te több fejte. Hát hogy lehet e-mailt küldeni ezen néznek? Létszigyen el az újabb óra, énekelj egy dalt, üdv Peti! Visszajöttek 20-an, lemondták 10-en, maradtak 8-an, fölére kelték 3-an. Igen, küldtem egy e-mailt. Végül maradt Wolfkat. Ezt meg sem hallottam az ő nevében. Ne bánsd meg magyar családanyákat. Igen, küldtem egy e-mailt mondjuk Karmel. Szevasz Karmel, Geszti vagyok, ráírsz. Hát ez nem így van, tudod. Na, szóval az van, hogy hát először megírtuk a dalokat, 9 zene szerző jött be, és teljesen új ilyen pop, rap és RDM-szerű dolgok vannak, és amikor megszülettek a dalok, megírtam rá szövegeket, ez nagyon, tudom, nagyon meglepő, de így szokott készülni. És akkor ezután megnézte az ember, hogy milyen hangulat van, milyen technikai igények vannak, mert ugye nem minden dalt könnyű elénekelni, hanem minden ellenkező híresztelés eszemben. Úgyhogy aztán elkezdtük keresni a zeneszerzőkkel az énekeseket, és akkor így kerestünk dalokhoz hangokat. Van például egy dal, a Golyóálló című dal, amit végül is Olá Geri énekel, azt előtte két másik ismert énekes is fölénekelte, de valahogy nem jött ki az az érzés belőle annyira, amit szerettünk volna. Úgyhogy azért nem volt olyan egyszerű dolog, és végül is 12 énekes van rajtam kívül az albumon, de legalább 17-18-al beszéltem. A többiek lemondták? Igen, jó, jó. Váltam. Ezeket dobálod, ezeket igen, a lambdákat. Muszáj meg, hogy elhasszottok a mikrofonokat, érted? 3 nem hívott vissza, 2 kinyomott. Így maradt 11, de túl biztosítottuk magunkat, 12-ben szerződtük. Marad képen most ment nagy koncertre, a saját dallal jött elő, stb. Tehát azért nem ért rá, de azt mondta, hogy szívesen legközelebb. Ez jó.
Ez jó menekülési. Meg van olyan, aki azt mondja, ugye, nem csak, hogy legközelebb, ha hívnak egy másik rádióhoz, mondta azt, hogy legközelebb. Nem, volt olyan is, aki azt mondta, hogy pont ezt a dalt nem, de én nagyon szívesen lenne csinálni egy másikat, vagy írjunk közösen egy közös. A régi zenésztársaidnak meg nyilván az akkori szerződésében benne volt, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva hívod őket, jönniük kell. Különben ködvén. Opció szerződés. Felhívtad a figyelmet az apróbetűs részre a szerződésben. Persze, persze. Nem, hát a bevétel erősíti a szabályt, tudod, ez a régi mondás. Mindegyik dal egy-egy életérzés rólad, vagy mindegyik dal egy-egy életérzés szövegben, kérdezem elsősorban azokról, akikkel együtt énekelsz, vagy akik éneklik, vagy életed egy-egy életképe, helyzete jelenik meg a dalokban? Hát azt szoktam mondani, hogy ez a Létvágy album tulajdonképpen nem más, mint a Gesztiség 51 árnyalata. Vannak benne nagyon könnyű dolgok, vannak benne nagyon mély dolgok is. Van, ami bulizene, van, ami, ha nem is mondom, hogy mulatos, de mindenképpen házi bulizene, és van, ami pedig hát eléggé, hogy mondjam, ilyen angol nyelv statement, tehát hogy ilyen nagyon elmondja, hogy mit gondolok ma a világról, mi az, ami ahogy szeretnék élni, és mi az, ahogy nem szeretnék élni. Ez mindenféle ilyen beolvasós, megmondós stílus nélkül ismertek engem, pont az a nehézségem az elmúlt években, azt látom, hogy ma valaki vagy nagyon keményen megmondja az igazat, vagy beleáll ő keményen, vagy pedig nem tudom, butaságokról kell, hogy énekeljen. Az én stílusom meg pont nem ez. Tehát én hol ironikusan írok meg valamit, hol egy kicsit romantikusan, tehát hogy ez így változik. Nagyon sokféle hangulat van ezen az egészen. Na és mi a helyzet az online újságírással? Sikerült már velük valamiféle békét kötnöd? De ahogy te fogalmazol, most nem akarom egészen pontosan mondani. Mondd csak nyugodtan. Ugye, mint mondtál, hogy az Új Péter szellemi hátsójából kibújt online újságíró trollok. Ugye, nagyjából így szoktál fogalmazni. Kibékültetek? Ugye téged valahogy ők azért így mindig előszednek, ugye volt most nem is olyan régen egy dalod, amit azért nem kedveltek, adtál rá okot szerintük, hogy ezt a dalt ne kedveljék. Nyilván nem tudom, hogy lehet egy békét kötni, de van valamiféle fegyverletétel, béketárgyalás, vagy közös hang, amit megtaláltok? Nincs ilyen. Nincs. Miért utálnak téged ennyire? Az újságírók? Nem, azon, tudod, mire nem gondolok. Nem, hogy az online újságírás általad hát az ugye, online újságírás, trolloknak igen, mondott újságíróknak kevésbé nevezhető szubkultúrája, akik azért téged előszeretettel szednek ízekre, bármilyen dalt ki az. Meglátják a nevedet, és azonnal azon tök mindegy. A szakmai válaszra vagy kíváncsi, vagy a hétköznapira? Mind a kettőre. A szakmai válasz az úgy néz ki, hogy minek utána az online újságíróknak ugyanúgy megvan a saját célcsoportjuk, mint nektek mondjuk ebben a rádióban. Ők arra dolgoznak. Minket ne keverj bele, légy szíves, ez a ti ügyek. Igen, hát cipeljük a saját putonyunkat. Bármilyen büntetés ön is ide nem miattam van, jó? Tehát ezt most mondjuk el előre, nem vállalok semmilyen felelősséget. Fogjuk a gesztire, fogjuk a gesztire. Nem értek egyet Vadon János elvtársal, minden felelősség őt terheli. Na, a lényeg az, hogy ők arra a célcsoportra dolgoznak, ami ott aki őket olvassa, és mindenek után én mainstream dolgokkal foglalkozom, nem undergrounddal és nem tudom mivel, ezért hát eleve egy másik romkocsmába tartozó sztori vagyok egy-kettő, hogy nagyon irritatív csávó vagyok abból a szempontból, sok mindenre foglalkozom, tehát nem csak zenét csinálok, hanem sok más büntettem is van szerintük. Egyrészt másrészt kicsúsztam a 18-49-es kereskedelmi korcsoportból, tehát magyarul sokfajta szempontból ideális célpontnak számítok. Ezzel önmagában nincsen gond. A probléma talán inkább az, hogy szerintem azért az újságírás eleve annak idején másnak indult, mint az, hogy csak az ember a véleményét mondja valamiről. És akkor jönnek a konfliktusok, mert egyébként konfliktusos híreket kell gyártani, ahhoz, hogy olvasottság legyen ezekben a magazinokban. Ha pedig a hétköznapi választ kérdezed, szerintem azért ebben van egy jó adag irigység is. Tehát szerintem egyszerűen az van benne, hogy én megértem azt, hogy online újságírónak szolid fizetése van, és megértem azt is, hogy vakarózik otthon, nézegeti a saját különböző torrent dolgait, és akkor egyszer csak azt látja, hogy basszus kucsa, a Geszti megint előtt valamivel, miért nem söpörtem már be magát? Hát a Blu-ray-re. Hát ő nem leszedi a torrent portal a Blu-ray. Szóval valami ilyesmi van emögött. De még sok minden más van, tehát nem tudom, hogy mennyire szabad egy ilyen reggeli műsorba belemenni. Kevésbé. De akkor csak egy dolgot mondok. Tehát, hogy nagyon sok törésvonal van Magyarországon. Vannak kulturális törésvonalak, vannak ideológiailag, mint látjuk, és vannak például korosztályosak. És van még egy dolog, hogy szerintem, hogy óriási szakadás van abban, hogy ami az internet felrobbanás előtt született, és ami utána született, az egy két külön kategóriának számít. Én az előbbibe tartozom, tehát magyarul ilyen értelemben, ha úgy tetszik, old school vagy vintage kategóriának számítok. Hát így. És az új azt már nem fogadja el. Nem, egyáltalán nem. Nem, ugye ezt úgy hívják más országokban, ageism, tehát ugye, hogy van egy ilyen, az a racism mellett van az ageism, tehát magyarul, hogy a kor maga is szűri azt, hogy mi az, amit elfogadnak mondjuk egy mainstream kultúrában, vagyis egy menő mostani fiatalos kultúrában, és mi az, amit nem. De a jó hír az, hogy ebben lassan ti is belecsúsztok, tehát hogy nagyon kell kapaszkodni mindenképpen. Megint belekevert minket. Végre van 10 perc, ami mi nem vagyunk, és a végén megint
neki kell magyarázkodnia, nem nekünk erre a vége, csak az, hogy... Figyelj, jön egy számla, én átküldöm neked, Jani, jó? Az egészet megfogalmazhatod volna úgy is, hogy sok mindennel foglalkozol, és néhányhoz értesz is, és ez zavarja. Figyelj, akkor jó az arány. Én nálam ez bejön. Jól van, oké. Okay. Mikor hallhatjuk ezeket a dalokat? Március 4-én az Akvárium Klubban, és ott... Ezt meg se hallottam. Ja igen, mindenki. Majd visszaszívtam, és akkor igen, és nagyon sokan jönnek el a sztárok közül, akik ott énekelnek. Igen, mikor hallhatjuk ezeket a dalokat, majd ha a program igazatok, visszaír neked. Így van, visszaír. De most tizen kimegyek, megnézem, bejöttem már dolgozni. Fél 9-kor, dehogy. Ja, nem, dehogy is. Jó, egy guesti featuring, Tóth Gabi, Busa Pista, abszolút meghallgatjuk. Jó? Van több is, de ez valahogy átcsúszant annak idején. Tessék, a többi nem? Hát még Notiet mondja művelt orosz. Mert ehhez nem írtad oda a te nevedet. Benne van. Featuring Jules. Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy behívtatok. Jó volt beszélgetni veled. Köszönjük szépen. Fél 9-en pontosan Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Na koma oda lett, tudod az a szett, amit még a mama vett, a fiam abba tette az aciba. Megy az élet, megy le a gagyiba, ahogy az acsiban a poncsba. Valahogy úgy vagy most pont, de ne csapkodj, ne kapkodj. Valahogy jobban áll, ha kiröhögöd az apokalipszist, mint ha leszed állva, csapadod a hisztist. Túléljük! Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49, múlt egy perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hunadal Polgár Petit kérünk szépen, gyerekek, hát nyugalom, tényleg mindenki nyugodjon meg itt a csodába. Jó? Semmi minden meg lesz. Bár így indítottuk a reggelt, hogy ma reggel ez egy olyan nap, hogy esős a reggel, és kicsit úgy az ember nyomottabb, hogy kérjetek akkor nyugodtan tőlünk témát, mindent. De csak vicceltünk. És ja, nem gondoltuk komolyan. Azt gondoltatok, hogy esetleg teljesítünk egy-két dolgot. Nem, nyilván abszolút, ha szeretnétek, persze megkapjátok. Embőceget felé az Inárcsi benzinkutál baleset. Úcsai lehajtóig áll a sor, már viszik az autókat, csak a bámészkodók miatt áll. Budapest felé Big Face küldte nekünk. Pásztornál mérik a Salgóterjel felé haladók sebességét, Ervinke üzente nekünk. Aztán láttátok, mi történt a Mokkába, sok-sok felkiáltó jele, most nem néztük. Beszélgettünk, nem. Játékra készültünk, témáztunk, nem néztük. Ha leírjátok, akkor majd megnézzük. Azt mondja, vagy elolvassuk. Tisza Szalkán a gyár előtt drága fotók készülnek, mindenki mosolyogjon. Stallone küldte nekünk. M85 lébényi lehajtó után trafia hídon, autó nincs, csak a kamera kicsi. Krisz üzente, valamint a 4-es számú főúton a 114-es könél a Debrecen irányban trafi van, hiszt is üzente nekünk. Zugló, Csöböri, Rákospatak, Sarka balesetmentő, Bosnyákig dugul vissza lassan, abszolút érezni, hogy eső nap van egyébként, mindig káosz van. És rengeteg baleset sajnos, igen, valami trafi a 47-es számú főúton Hódmezővásárhely és Szeged között a Csárdánál, Csoki Guru küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az mi, ahogy a Geszti visszajött és elvitte az almás laptopját? Én azt hittem ajándék. Most minek hívtok már? Semmit nem hozom. Csak víz. Magát hozta. Csuda, hogy még azt a másikat nem vitte vele. Egyébként én hallottam ezt a kis ízelítőt, amit ő összevágott az új lemeznek a dalaiból, és van köztük egy Szívrobogás című nóta, amit a Gereben Zitával együtt énekel, illetve hát a Zita énekel, ugye Peti Sota. Nem ér már egy olyan drug dalni, aki nincs itt. Az úgy korrekt, amikor itt van, bár akkor is kapott, amikor itt volt. De a dalszöveget ezt természetesen ő írta, és nagyon jó kis nóta. Nagyon jó. Utoljára, amilyen jazz meg a számoknál éreztem azt a feelinget, ami abban a dalban benne van. Ezt érdemes lesz meghallgatni. Bocsánat, rányomtam ezt. Peti, léci. Rányomtam ezt a hardboard. Ja, jó, vagy oké. Viki bejött, lerakott mellém valamit, és az effektpultom megszólalt Csubakkal. De abszolút jó témazáró volt. Bejött még egy szinkron hangja. Figyelj, a lónyerítés volt a témaváltás, lehetne most Csubi témaváltás. Láttátok a 8-as előzetest? Én láttam a 8-as előzetest. És itt kicsit megint kirázott a hideg. Bár nem vagyok teljesen elégedett a 7-essel se, csak hogy gyorsan váltsunk akkor egy-két témát. Értem én, gyerekek, itt ez komoly szellemi munka. Már van 8-es. Nem igazi thriller van, annyi van, hát ugye Ferenc azért a filmek világában kevésbé van otthon. Micsoda? A Ben-Hur, előzetes. Tehát a Rambo 2 volt utoljára, amit végignézett. Valóban előzetes, egy verkfilm tulajdonképpen, tehát egy verk részlet arról, hogy elkezdték a forgatását. Ja, tehát segítek Feri gondolatait átültetni a valóságba. A Luke Skywalker, az nekem 8-as előzetes. Gyerekek. Nekem nem mondjatok más. Hogy vele kezdődött a forgatás, arra gondolsz. Ahogy áll a hegyen, ott kezdődött a 8-as, ott van a stáb, és megtapsoltak, és egy verk részletet mutattak. De mondjuk meg őszintén, Mark Hamillnek a
hetes rész végén, abban az egyetlen nézésében több van egyébként, mint a két új szereplő másfél órájában. Tehát, ahogy Luke átveszi azt a fénykardot, azon az ominózus hegyen messzi számüzetésben, és... Még nem tudjuk, hogy átveszi. Vagy csak nyújtják neki, és abban az egy nézésben Mark Hamill többet mutatott a saját tehetségéből, ő is egyébként, mint az elmúlt 30 évben. De az egy nagyon nagy pillanat. Na jó, de nem tudjuk, az egy nagyon lesz, nagy pillanat nem a tudjuk, filmben. Mi lesz a következő epizódban. Lehet, hogy úgy fog folytatódni, hogy nyújtják felé a fénykardot, és azt mondja, Luke, köszi, én erről a dologra már lefűztem, és kecskéket tenyésztek itt a hegy mögött. Bocs. Igen, de és ennyi. De szeretném, ha ez így lenne. Igen. Most már beszélhetünk Star Warsról? Aki nem látta eddig, hát az most már nem mondja, hogy spoilerezünk. Így ugye? Van, így van. Luke apja Darth Vader. Igen, Leia testvére Luke. Hámbarátja Csubakka. Nem tudtam, hogy C-3PO volt az egyetlen olyan szereplő, aki az összes részben szerepelt. Tudtátok például? Az 1-2-3. Aki benne volt a bádokban. Tehát az 1-2-3 ugye a klónok, stb. És a 4-5-6, ő az egyetlen, aki mindegyikben benne volt. De most maga az, aki őt alakította, arról beszélsz, tehát az ember, a színész, vagy maga a karakter, aki végigment? Nem, a színész. A színész az egyetlen, aki benne volt az 1-2-3-ban, a 4-jel indított ugye 77-ben, de ő mozog az 1-2-3-ban is. Ő az egyetlen, aki az összesben benne volt. Kaptam egy ilyen nagy verkönyvet az egésznek a történetéről, nagyon érdekes, hogy például a Csubakkát lecserélik. Tehát Csubakka is ment végig, szegély. Egy 70 akárhány éves színész játsza Csubakkát, már a legtöbb jelenben, mint kaszkadőr helyettesítette Csubakkát, és most a 8-as részben új Csubakka lesz. Persze nyilván ugyanaz a Csubakka lesz, csak már. Belül már egy másik Csubakka lesz. De annyira jó, hogy ezek nem egy színész, akinek ilyen szőrzete volt? Ne borotválkozz. Mr. Peter Csubakka a nevem. Baumgartner Zsolt. Igen, hihetetlen, nagyon viszonylag szűk a szerep, amit el tud játszani, mint karakterszínésznek is keveset tudják használni. Mert mindig, valahogy mindig ugyanaz az érzése támad, amikor megnézem. Ritkán használják komoly drámákban, de hogy C-3PO volt az egyetlen, aki az összes filmen ott volt. Jó, nem? Hát, jó. Csak mondjuk a különböző ilyen közönség találkozókra őt hívták a legkevesebbszer, mert mindig azt mondták, hogy és itt van a mi ma esti mai vendége, találtok ki ő. Hát, ki ez a csáó? Igen, szegény David Prowse. David Prowse is, aki azért egy nagyon-nagyon-nagyon híres színész volt. Igen, és ráadásul ez egyik legjelentősebb karakter csinálta. Igen, Darth Vader, és mondta, hogy az összes közönség találkozó 30 évig hörögnie kellett. Ja, igen. Most gondold el, hogy bebizonyítsa, hogy ő volt. Sose láttad az arcát, a Jediben egy pillanatra megmutatta valójában, ugye, hogy ki ő leveszik, három részen keresztül hörögsz, és azt mondta, hogy utána még 35 évig hörögnie kellett, hogy a pokolba kívánja a karakterét. És itt rettenetesen bánja, hogy ezt az egészet elvállalta. Leia pedig azt nyilatkozta, hogy hívják, Carrie Fisher. Hogy akkor lett heroinista, amikor bement egy benzinkútra, és meglátta saját magát pesztcukorka formájában. Pesztcukorka formájában egy benzinkúton lejaként, és mondta, hogy itt érezte, hogy vége a karrierjének. Sosem lesz ő más egyébként, mint Leia Organa, ugye a lázadók, nem tudom, vezetője, vagy nem tudom, és amikor pesztcukorkaként meglátta saját magát, akkor érezte, hogy a nyakából jön ki. Igen. Ugye lefordítja a fejét, és akkor mintha leszakítaná a fejét, és kijön egy kis cukorka. Igen. És így mondta, hogy akkor nincs megállás, tehát nem tud mit csinálni. Olyan jó részletek vannak. Ilyenkor kezdél egyébként megérteni az ember, mondjuk Ábel Anitát, akinek, hogyha azt mondod, hogy Júlcsi rögtön sarkon fordult, köszönöm. Igen. Na, drága hallgatók, megmutatjuk akkor, hogy mi a részlet, jó, figyelje mindenki, mit kell majd kitalálni, illetve most kitalálni, hogyan tudtok beugrót szerezni a hármas ugrásra. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hey, én ezt szeretem. Ilyen zenei adok-kapok, egy ilyen osztásszorzás. Egy agymunka, ugye, hogy figyelned kell. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, ezt írjátok meg nekünk, jó? 9 óra után kérdés-válasz formájában megyünk tovább, amit mondani akartál, pedig majd elmondod. Ákos, ide jut. Ezt akartam mondani, hogy te nem utál. Akkor szeretlek. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra után vagyunk, 8 perccel. Hello, szia, szevasztok! Szia! Hello! Drága hallgatóink, itt vagyunk. Night to be lucky. Mi volt ez? Get lucky. Ez a Pharrell Williams egy olyan tehetséges gyerek, meg a Daft Punk is külön-külön, nem? Együtt meg aztán hű-hű, ja, akkor a tehetség a köböm. Get Lucky.
Igen, jó, de egyébként tényleg jó. A Defannek az a klipje, az Around the World, az nagyon szerettem. Ez nagyon jó kis dal volt. Azóta se tudtak ilyen jót írni egyébként. Uh-huh. Az egy nagy díjas klip lett, megnyerték. Amikor mennek körbe-körbe, ugye? És mindenki megy körbe-körbe. Ez nem addig túl izgalmasan, meg nem is tudom elmondani, de ez annál egy nagyon jó klip. Az Ergotól a Balga Katona. Annak is nagyon jó klip. Igen. Illetve a Kisváros. A Kisváros című sorozat. Megvan? Balaga Katona az Ergot a minden idők legrosszabb klipje. Nem, tehát nem, ez nem hát feleset, ugye nem egy a jó, dala igen. Nincsen gond, igen. A dala nincsen gond, de az a klip. Imádok ilyen régi VHS-re forgatott klippeket nézni, azok a hajak, az egész, minden, ahogy kinéz. A homokbányába a felveszünk néhány göncet, amit találunk otthon. Hogy hívják? Kicsit katonai, pincébe, kicsit, igen, kicsit ez, kicsit az, kicsit az, de egyébként nagyon semmi. Borzalmas az a klip. De a dallal nincsen semmi gond, meg a Robival sem, meg az Ergóval sem. Ne, szeretjük. Csak soha ne tenisz ezzel a Robival. Miért? Nagyon jó. Megissza a vizeme? Nem fizeti. Megeszi a csokidat. Nem szeret veszteni. Milyen érdekes ez a sokat mondás, vesztett. Nem? Ha meg akarod tudni valakiről, milyen ember, sportolj vele egy órát. De tényleg így van. Mert mindenki jön, nem? Főleg az hogy a különböző játékokban, ma nem a Robiról beszélek, hanem hogy valakivel egy az egybe állj le. Dekázni, focizni, teniszezni, bármi. Mert hogy a sport megmutatja magát a jellemet. Nyilván nem egymás mellett futok egy ilyen maraton, mert ott nem sok minden derül ki, hanem amikor mondjuk ellenfélként játszotok egy óra, és tudod, hogy milyen ember áll. Milyen ember áll szembe. Mozognak-e a vonalak, ha teniszezel, vagy nem mozognak a vonalak. Hívunk így bizonyos embereket teniszbe, vagy nem? Vigyázzál, nagyon mozognak a vonalak. A plusz-minusz 30 centi az nála nem sokat számít. Out, leesett a labdában, legalább várj meg, míg leesik, tudod. De egy órát sportolsz valakivel, és nagyjából tudod a jellem rajzát, nagyon hogy ő milyen ember, hogy intézi az üzletügyeit, a magánéletét, a kapcsolatait, mert kiderül a sport, ezért is szenzációs, mert tényleg nem kell több. Egy nagyobb beszélgetés után se tudsz ennyire részletes jellemrajzot kapni, mint például a teniszezel valakivel egy órát. Pontosan tudod. Megadja, nem adja, korrekt, hogy áll hozzá, tud veszteni, nem tud veszteni. Minden kiderül az emberről. Minden kiderül. Mondjuk, hogy a Feriről akarnál mindent megtudni, és vele teniszezni egy órát, ideg összeroppanás lenne kb. 30 perc után. De miért? Hát mert nem tudsz teniszezni. Egy becsületes nem tudó jobb, mint egy csaló tudó. Tehát, hogy átment. Szerintem már nem tudom. Elszaladik a hozom én. Nem arra gondolok, hogy valaki tud vagy nem, hanem hogy milyen jellem. Mennyire csal, mennyire őszinte, mennyire adja meg, amit meg kell adni. Hát a fociban is kiderül, hogy tud-e veszteni, hagy-e veszteni, megadja, nem adja, főrúg, nem rúg. Hát azért ott tényleg valaki a focizol egy órát, szintén látod, hogy milyen ember. Ahogy a pályán viselkedik, nagyjából az úgy viselkedik az életben. Igen, nem lehet az első néhány perc meg maníroskodni, meg játszani, tudod, azt a szerepet, ami rád van osztva, vagy amit saját magadra osztottál, de egy idő után a sport kihozza belőled az igazi énedet. Így van, igen. Na, a kérdés-válasz fél órához érkeztünk, drága hallgatók, úgyhogy ha van magánéleti probléma, ha valamit nem tudtok megoldani, ha valamit tudunk segíteni, ha valamit úgy gondoljátok, hogy ez a három ember itt meg tudja válaszolni, és abszolút hétköznapi, banális dolognak tűnhet, de mégsem az. Vagy ha azt gondoljátok, hogy nem tudjátok megválaszolni, ilyen kérdésekből is kapunk nagyon sokat, amit jelen pillanatban nem tudom megválaszolni. Tehát, hogy akkor küldjetek el nyugodtan, és hogy szoktad mondani, őszinte kérdések, és majdnem őszinte válaszolunk. Majdnem mindig őszinte válaszokat adunk ezekre az őszinte kérdésekre. De ez olyan rólatok, ne rólunk, és értsétek úgy, ahogy ezt mondom, hogy ez inkább magatokról szóljon, jó? Tehát köszönjük szépen a kérdéseket, nagyon drágák vagytok, de ezek a kérdések, ezek most inkább rólatok szóljanak, azoknak örül, minden kérdésnek örülünk, minden típusú kérdésnek, de azoknak leginkább, ami rólatok szól, és nektek tudunk egy kicsit segíteni, ez egy hallgatói fél óra. Tehát ez nem azért van, hogy magunkról beszéljünk, hanem ha nektek valami kellene, hiányzik, tanács, segítség, vagy csak az, hogy egy könyvcím, amivel most egy kicsit nektek tudunk segíteni, nem nagyon olvasunk ügyeket. Hát ugye, de régen még de régen volt, azért így van, vagy egy élethelyzet, bármit, érted? Puskák és galambok, figyelj! Ahott a tizad kérdezett. Amit akar. Akkor nyugodtan kérdezzetek, de hangsúlyozom. A kérdések szóljanak inkább rólatok, jó? És drágák, köszönjük szépen az egyéb kérdéseket. Baleset az M1-esen, 35-ös kőnél Pest felé, körülbelül 5 km a torlódás, Zoli írta nekünk, M1 Bicske közelében, Budapest felé beállt, ez valószínű ugyanez, hogy összetettem. A sör az jó lenne. A sor több kilométeres. Mormogi papa küldte nekünk. Vecsésen hatalmas dugóbaleset miatt teljes útzár, személyautó kamionnal, aki tud kerüljön, puszi Kriszti. A4-es Milánó felé súlyos baleset, keveseket érint, mármint aki hallgat bennünket, de aki arra megy, vigyázzon. Köszönjük szépen. Fontos ez is. Aztán Inásnál baleset így van, és az M0-áson a Csepeli leágazás előtt a reptér irányából egy kamion gumiabroncsa hever a belső sávban, iszonyatos baleset, veszélyes, figyelje mindenki oda, ezt pedig Lilla küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 84-es trolibusz ismét a teljes vonalon közlekedik, köszönjük a türelmeteket, a Balogh Kis Károly, alias BKK.
Na most akkor állj, mert csak a kezdi gyermeke. Jöhet a kérdés válasz? Mert. Jöhet. Neki menjünk? Persze. Hajrá! Jani, melyiket szereted jobban, a buldert vagy a köteles mászást, illetve a monkey bulderbe voltál már? A monkeyban nem voltam még, én a spider szeretem. De nagyon várod, hogy nagyon. Egy egész Léci lefordít, hogy miről beszélsz. Ja, igen, a mászás. Hagyj legyen, hagyj lépjek át a hallgató szerepébe egy pillanatra, miről beszélsz? Mi ez? A mászásról. Mászásnak több különböző ága van. Az egyik a bulder, amikor egy kis magasságban mászol, néhány fogás kell csak, néhány kunstot, néhány problémát kell csak megoldanod, de nem használsz különösebb felszerelést, mondjuk a mászócipődön meg a magnéziás zsákodon kívül. Hát a köteles mászás az meg, amit szoktatok egyébként is látni, vagy amivel általában azonosítják a mászást. Én a kötelest jobban szeretem, mert szeretem más perspektívából látni a világot ilyenkor. A bulder nagyon jól fejleszti a technikát, nagyon jól fejleszti az izomzatot, marhára lehet benne erősödni, de nekem valahogy a köteles mászás az igazi. Tehát a bulder alacsonyabbra megy az alé. Igen, igen. Amit igen. Én még esetleg elérek. Meg nekem miért érdekelne az alacsony világ, amikor ebben élek. Hiszen ezt is mered. Így van. Hát, jön a talamenti fagy azon a szorongó Némerednek az ujjai. Oké, szólj rólunk, király vagyok, kérdezi Dani, az vagy. A legnagyobb. Igen, a legnagyobb. Dani, így van. A lehető legnagyobb vagy tényleg. Így van. Én sok emberrel találkoztam, de abszolút a legnagyobb. Abszolút. És veled még nem, de így is tudom, így van, hogy te vagy van. A legnagyobb. Igen, hasítasz, trendeket alakítasz ki, jövő ilyenkor már császár leszel. És csak kérdezi, nektek volt déjà vu érzésetek, szerintem ez az egyik, ami minden embert összeköt, ugye? Uh-huh. A boldogságra való törekvés, a halál, hogy mindannyian meghalunk, és a déjà vu. Ja, úgy, ja, azt hittem a zene miatt kérdezi. Most picit gyorsan vagyok, pörögjetek föl. Ja, most nagyon megyek. Ha a zene miatt kérdezett, hogy volt egy déjà vu érzésünk, akkor nem csak egy déjà vu érzésünk volt, hanem én már a déjà vu érzésnek is megélt egy déjà vu érzését. Tehát emlékeztem arra, hogy volt már egy déjà vu érzésem azzal kapcsolatban, hogy volt egy déjà vu érzésem, hogy hallottam ezt a számot. Szokott olyan lenni a déjà vu érzésetekben, mert szerintem ilyen mindenkinek van, hogy figyeled, hogy amikor az az érzés volt, azt csinálta, de amit most csinálsz. Tehát, hogy meddig tart a déjà vu érzés. Igen, ugye? Igen, ja nem. A déjà vu a következőről szól. Rájössz, hogy ezt a szituációt átélted. Tudom. És a következő pillanatban elkezdesz azon pörögni, hogy amiben vagy, az még a déjà vu, vagy ebben a helyzetben te már akkor más csináltál. És ebben az izgalmas, hogy minél hosszabb ideig húzd el a déjà vu-t úgy, hogy megfogsz egy könyvet, bemész a szobába, de még közben rájössz, hogy ezt is csináltad akkor, amikor déjà vu-d volt. Uh-huh. És megpróbálod az érzést elnyújtani. Értettek ezt? Jöttetek ebben a pszichedelikus áramlásban? Ebben a féle Csát Géza világban? Megérkeztetek? Szerintem, olvas mást is, mint Csát Géza, de hogy szerintem ez addig tart ez az érzés, amíg nem tudatosul benned, hogy ez déjà vu érzés. Mert abban a pillanatban vége van. Mert vége van. Tényleg. Ezért kell elhúzni. Tehát ezért kell egyszerre figyelni, hogy most benne vagy a déjà vu van, de nem hagyni észrevenni magad, hogy figyeled, mert akkor viszont elillan. Na jó, de ha már figyeled, akkor az már nem ugyanaz. De kint is vagyok, bent is vagyok. Én az egész életemet kicsit így élem. Mi a fene lehet ennek az alapja? Mert néha megdöbbentően átéled azt az élményt, amit már úgy érzel, hogy már egyszer átélted. Pontosan. Én az egész életemet így élem. Ti szoktatok úgy beszélgetni valakivel, hogy közben figyelitek magatokat, ahogy beszélgettek? Igen. Tehát van egyfajta perspektívád, hogy én mondjuk beszélgetek felé, és ránézek, de oldalt is állok, és látom magam, hogy Ferivel beszélgetek, és mindig analizálok. Vagyok valahol, de közben analizálom a szituációt. Én ugye ezt csinálom most is például. Engem nézel, de közben Ferit nézem. Nem Ferit nézem, most saját magamat nézem, és elégedetten konstatálom, hogy úgy csinálok, mintha érdekel, amit mondok. A folyamatos analizálás a legnagyobb átok, amit az ember az agyában elkövethet. Most jó. Mi történik, ha analizálsz? Soha nem vagy a jel... Na, vagyunk. Okay. Azt mondja, hogy... Van-e az életnek? Igen, van. Így van. Segítsetek nekem, ha szeretnék a spiritualitás felé fordulni, akkor milyen könyveket olvassak? Ígyatok egy kávét, srácok. Igen, éreztem, hogy ez nem a miénk. Intézem. Nem tudom, nem olvastam egyet sem. Attól függ, az ember mit keres nyilván. De maga, hogy a spiritualitás. Nem. Tehát, hogy nagyon sokféle irányzat van. De ha mondjuk egy-két olyan közhelyes nevet akar mondani az emberemben, mindenki táplálkozik, akkor szerintem... Csát Géza? Igen. Nem, erre gondolok. Nagyon szeretem Eckhart Tolle könyveit. Egy német íróról van szó, egy spiritisztáról nagyon jó előadásai vannak, nagyon jó. Vagy Balogh Bélát olvashat az ember, ami jó. Szepes Mária rendkívül jó szerintem, és elindít egyfajta a gondolkodást. Ha könnyebb verziót szereted, és kicsit bulvárosabb, könnyedebb, akkor Shirley MacLaine-nek is egyébként egészen kiváló ponyva spirituális irodalmai vannak, de például a Caminóról szóló könyve zseniális. Tehát, hogy ő is nagyon sok ilyet írt, tehát csak rátért erre az útra. Attól függ, az ember mit keres. Gépre írod? Most már nem papírra. Nem, utána keresek a dolgoknak. Melyik nevet nem ismerted? Nem, rákerestem Eckhart Tollére, de kirobta azt, hogy Riska. Dan Millman neki szenzációs, ő is inkább a kicsit ponyvább. Demi Moore? Tessék? Nem Dan Millman. Nagyon jó könyvei vannak. A búcsú a biztonságtól, az például egy nagyon jó könyve.
a Demmel mennek. De ő is a lágyabb, finomabb, érthetőbb verzió. Feri a búcsúszónál felkapta. Búcsú a kolbásztól. Nem, a búcsú, hát az céllövöl, de tudod csörni. Búcsú, balazdák, fogni, becabotta. Lakókocsik. Ringvispül, megyünk a búcsúra. Tehát érdemes egyszer ezen az úton elindulni. Ezek jó könyvek, aztán az ember egy-kettőt elolvas, és utána úgy is rájön, hogy nem tud erről igazából lekattani. Ja. Jó? Nem volt benne kolbász Ferinára. Semmi. Egyikbe se ölnek meg a állatokat, de... Tessék? Még az se. Egy rohadt állat nem hullik el egyik könyvben se, igen. Én erről ebből a témakörből, hogyha mondjuk ajánlanom kéne könyvet, akkor egyrészt nem tudnék, meg nem is az én asztalom, mert hogy alapvetően ez Balázsnak az asztala, de én például azoknak az embereknek, akik ezeket túlszáraznak találják esetleg, vagy egy picit nehezebben fogadják be, én a szép irodalommal kevert változatokat ajánlanám. Én például azt mondanám, hogy tudom, Hessét vagy Szepes Máriát olvasnak, mert ott a szép irodalom keveredik ugyanezekkel a gondolatokkal. Hogyne? Persze, hát mára is egy megvilágosodott volt félig, mert elolvasod, és olyan spirituális igazságok vannak a soraiban, egyszerűen nem hiszed el, hogy ő ezt honnan tudta. Aki némileg kilóg a sorból, de azért még mindig szerintem megemlítető, ő Csát Géza. Igen, Rudolf Steiner például, az egy kicsit nehezebb irodalom, nagyon jókat ír, nagyon érdekes az ő módszere, és hogy a gyerekekkel ő hogy bánt, meg mit alakított ki, az egész Waldorf egyébként hozzáköthető, nagyon, nagyon klassz kis rendszer. Jani, el tudnád mondani annak a weboldalnak a címét, ahol azt a II. Világháborús német csokit rendelted? Jani, egy egészen megdöbbentő dolgot hozott be, behozott egy olyan csokoládét, amit ugye Németországban a II. Világháborús és a csatlószó országok ették a katonák, akik harcoltak, és ezt azóta is nyilván önkényuralmi jelképek nélkül gyártják magát. Tervezt, a csokoládét. Így van. Szenzációs. Ez az úgynevezett Coca-Cola, és tényleg így van, a 30-as évek közepe óta gyártják, egy ilyen túlélő csokiről van szó, úgy is hittek a háborúlat, hogy páncél csokoládén, mert hogy elsősorban a páncélosok kapták, azok, akik mondjuk ilyen komolyabb technikával bírtak, illetve komolyabb technikákat vezettek, meg Luftwaffe pilóták, meg ilyesmi, egyébként magyar katonáknak a megemlékezéseiben is lehet olvasni, amikor megemlítik ezt a bizonyos menázsit, amit ugye a németektől kaptak így segítségképpen, hogy kiegészítsék a szegényes kis ellátmányukat, és tényleg rábukkantam valamelyik nap az interneten erre a csokoládéra, nyilván nem mondhatom el annak a boltnak a nevét, ahol megvásároltam, de egyébként teljesen legálisan hozzá lehet jutni. Ez nem egy stimuláló szer, ez csak egy nagyon magas kakaó, koffein, illetve kóladió tartalmú csokoládé. De a nevét már elmondtad, úgyhogy ha rákeres akárki, akkor szerintem el tudja érni. Úgyhogy ez így van. Na nézzük, milyen kérdés jött. Segítsetek nekem, a párommal nagyon sokat veszekszünk, a Bendegúz nevet szeretném adni a gyermeknek. Ez nagyon helyes kérdés, én pont ezért indítottuk el ezt a rovatot, mert egy tök hétköznapi kérdés, de neked ez egy baromi nehéz dolog, ugye? Hogy hívják a gyereket? A Bendegúz nevet akarjuk neki adni, és nagyon sokat veszekszünk a párommal, mert hogy egyikünk ezt nem gondolja túlságosan jó névnek. Aha, uh-huh. Mi a véleményünk erről? Hát ez a férjem ragaszkodik hozzá, de nekem még mindig az Indul a bakterház című film jut az eszembe. Igen. Ugye? Igen, a regős Bendegúz. Melyikötök a rendszeres morning show hallgató? Én szerintem neki van igaza. Jaj, te nyale! Fú! Szép volt! Igen. Nem, picit, tehát hogy van valami infantilizmus abban a névben. Én is mindig úgy álltam hozzá, hogy... De a film miatt? Én imádom a film. A Bendegúz volt benne a jó értet. A Bendegúz egy ilyen aranyos gyerek volt. Igen. Igen, egy ilyen jaj, Bendegúz. Nem volt hülye. Nem volt hülye, okos volt, de rafkos volt. Is, rafkos kicsit. De hogy aki, egy olyan, mint a Tóbiás. Tehát, hogy így... Na, még igaz. De most komolyan mondom, tehát vannak nevek, akik egész nem tudsz azért komolyan, hogy Tóbiás. Hát ott egy Tóbiás. Sem baj, Tóbiás. Nem tudom, nekem vannak bizonyos nevek, amit úgy asszociálok, igen, Bendegúz. Egy jó gyerek, lehet, hogy Tréber 5-ös tanuló, de ő mindig a csibész marad, aki mindig hülyeségeket töri a fejét. Jó. Akkor már érted, akkor Sanyit is fúrjátok meg, mert a ló volt benne. Hát nem, azt nem így. Nem, Sanyiban nincs semmi. Az, hogy kimondod, hogy Bendegúz, az valahogy megadja azt, hogy nem biztos, hogy komolyan tudod venni. Szegény Bendegúzok most azonnal Music FM hallgatók lesznek, mert nem gondolom, hogy ennyire ki akarnak szúrni magukat. De hogy már azok az a gyerekadó. De miért akarnának ennyire orozat maguknak? Tehát valahogy azt gondolt, hogy a Bendegúz nem. Nem, mert a Sanyinál ugye tudsz sándorozni, tehát tudsz rajta komolyítani. Aha. Bendegúzon nem. Azon még csak lágyítani lehet, bendízni. Igen. Igen. Bali, pár hónapja említettétek, hogy szabályozni kezdtétek Benyi édességfogyasztását, az érdekelne, hogy működik. Nálunk is nagyon sok édességet eszik a gyermek, és hogy lehet belevágni a 4,5 évessel. Igen, mi észrevettük, hogy mind az édesség, mind a glutén brutálisan befolyásolja a gyerek idegrendszerét, és adtunk neki édességet, és a gyerek megzavarodott. És aztán így elolvastunk egy csomó mindent, és rájöttünk, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek az idegrendszer egész egyszerűen megőrül az édességektől, amiről beszéltünk, uh-huh. vagy a gluténtől. És mi azt csináltuk, hogy bevezettük azt, hogy hétköznap semmi. Ami egy jól tartható rendszer, mert először úgy indultunk, hogy csak keveset. Na most
tudod, hát a, mi a kevés, én már adtam, te ne adjál, ezzel szenvedtünk fél évig. Volt egy-két veszekedés, hogy amikor a két szülő összecsap a gyereke feje felett, hogy ő még adna egy túró rudit, de az előző szülő már adott. És akkor abban maradtunk, hogy hétköznap semmit. Ez egy jó rendszer, mert mindenki betartja. Ez azt mondta, hétköznap semmit. Aha. És érdekes... Semmi glutén és semmi cukor, vagy semmi kaja. Olyan semmi kaja. Egyen az ovíba. Azt mondtam a gyereknek, hogy ülj le törökülésbe, és táplálkozz napfényből. A gyerek azóta fénnyel táplálkozik, kicsit sok. De éhes vagyok, ne felesej. De apa nem tudok aludni. Egy hétköznap nincs édesség, és maga a rendszer egyébként baromi jó, mert az édesség függő gyerekeket is nagyon könnyen le lehet erről szokni. Ugyanis mi a jelentőség ennek? Hogy az a gyerek, aki sok édességet eszik, az ugye két hétig baromira fog ettől a rendszertől szenvedni, mert elvonási tünetei lesznek. Utána viszont egy hétköznap nem eszik édességet, egyszer csak elkezd róla leszökni, és hétvégén, amikor ehetne, viszont már nem kívánja. Tehát a gyerekkel már úgy megyünk be egy cukrászdába, hogy nem vesz észre, hogy cukrászdába vagyunk. Ami tök jó, mert hogy mivel hétköznap nem adott neki állandóan, így elmúlt a függőség. Tessék, nem csak be van kötve a szemem. Nem, ezáltal már ugye nincs egy állandó ilyen cukoréjség a szervezetében, és amikor a hétvégén mondjuk neki, hogy ehet cukrot, meg hétvége van, akkor már kevésbé érdekli. De nem azért, mert nálunk minden baromi tökéletes, hanem mert valahogy elindult a rendszer, és csak az a gyerek kívánja az édességet, aki egyébként sok édességet kap, mert ugye a folyamatos cukoréjség hát bennünk felnőttekben is fenntart egy állandó cukoréjség. Egyszer lehozod róla, két hétig a gyerek az konyhakéssel fogadod, a konyhában érted, és vigyáznod kell, mert nagyon ingerült lesz. Ilyenkor kell odaadni anyósnak. Nem, megtettük. A gyerekkel lenni fontos neked. Na, akkor ez a két hét a tiéd. Édesség leszoktatás. Két hét után viszont a gyerek megnyugszik, az idegrendszer is egy picit bepuhul, és tök jól elkezdem édességet enni. És vannak tényleg agyilag valahogy erre idegrendszerileg érzékeny gyerekek, glutén édesség, ezt a kettőt kiveszed, megváltozik a gyerek viselkedés, egészen megdöbbentő. Persze, az éjségtől érted menni se. Hogy igen, hogy támoljuk, tudod, hogy nekem gyere biciklizni, és nem tudna, nem tudja felemelni a gyerek. Nézd meg. Nézd, hogy ül 6 órája a sarokban. Nézd, milyen boldog, hogy figyeli ezt a pókot. Szóval ez egy működő rendszer, érdemes mindenkinek kitalálni. Két hétig a sósról hozzátok le, utána két vég az édesről, érted, és utána pedig annyira olcsó lesz a gyerek már, hogy tényleg meg is éri tartani. Igen. Hát, de tényleg, hát sok szülő szenved ezzel. Igen. Mi a véleményetek a Bertalan névről? No, az nem rossz. Nekem az tetszik. Berci lesz belőle? Igen. A Berci kicsit bárgyú, nem? Szia Berci. Nem, Bertalan. Berci. Hát miért Berci? Nem, a Berci nem ugyanaz, mint a Bertalan? Tehát Berci, Bertalan? Hát persze, a Bertalan. A Berci az ilyen, szia Berci. Szia Berci, de jó, hogy jöttél, de az se baj, nem jössz, nem? Mi jöttél, Bosztokkal? Micsoda? A Berci. Ja. Nekem mindig Sugár Berci útról lesz. Ja, nekem meg mindig a Farkas Berci. Na. Ja, na, hát jó, a korunknál fogva egy kivére gondol, ugye? Ez egy generációs különbség kettő között egyébként. Farkas Berci, Sugár Berci, ugye? Ki, hogy szocializálódott tulajdonképpen. Igen. Balázs is nem ásolja filmet a Józsin kívül. Tényleg mindig a Józsi. Igen. Feritől kérdezem, hogy benne van-e még a Best of zenekarban, mert 5 éve nem volt egy céges rendezvény, ahol házi... 5 éve nem volt egy céges rendezvényen, ahol a házigazda volt 2 éve. Ezt nem értem, te biztos érted. De benne vagy. Ha a zenekar, akkor benne vagyok. Igen, de van olyan buli, ahol van én megyek. Igen. Meg erre egyiket hagy válaszolják ki. Most az helyzet a Best of Oberon, én tudom, mert nagyon tiszta vagyok egyébként a zenekarnak a házatájával. Nagyon-nagyon figyelek. És most a Ferinél előtt ez az úgynevezett Blackmoor szindróma. Ő hátul a függöny mögött játszik, mert nem hajlandó szobálni a többiekkel. Annyira alacsony szinten muzsikálnak, hogy csak hátul tolja fel a témáit. Ricsi, csak mondjuk el mindenki, Ricsi Blackmoor a Rainbow egyik kiváló gitárosa, talán az egyetlen. Aki azóta megőrült. Csak lantozni hajlandó. A zenekarával volt olyan rosszba, hogy fölment a zenekar, és ő a sarokból játszott a szólót, mert nem volt a helyzet. Egy az zenésztársaival. És kérdezik, hol van Ricsi Blackmoor, és ott gitározott a sarokból. Az emberek néztek, hogy kitolja a szóló. És a csávó hátulról tolt a backstage-ből. Szóval ő játszik, de nem megy föl. Legnagyobban. Jobb, mint Axel, az igen. Igen. Volt valami film, amiről beszéltetek, két ház másik időségben, vagy ilyesmi, egyiknél ég a lámpa, másiknál nem. Hát, de jó film az. Hú, de nagyon-nagyon jó film. Coherence a címe, Coherence. És neked csak, Feri, tudom, hogy írtam már. Hurka kolbász univerzumon egy kicsit táguljon. Szóval zseniális film, az egyik legjobb ebben a témakörben, hogy párhuzamos dimenziók. Az egyik legjobb a Coherence címűek között. Elképesztően jobb. Én nem is láttam, nem került magyar mozikba, arról szól, hogy megérkezik egy üstökös, és egy család, illetve egy baráti társaság bent ragad egy házban. És mindenkinek egyszer csak eltörik a mobiltelefonja,
és nem tudják, hogy mi történik. És elindulnak nyomozni, és átmennek egy másik házba, ahol meglátják saját magukat. Na, ennél és nem mondok eredet, mert innen indul a csavar. És mi a vége? Ja. Zseniális film. Elképesztő, le lehet tölteni. Legális oldalakról természetesen. Mindenkit nyomatékosan felszólítunk, hogy semmiféle illegális oldalt nem. Ne használjon. Nem, semmiféle illegális oldalt egyszerűen nem támogatunk. Ne csináljatok semmit. Semmit nem támogatunk. Azt se támogatom, hogy te nem támogatsz semmit. Ne támogasd. Én nem támogatom az ötletedet. Szóval nagyon jó film, Koherenc. Ezt mindenkinek nézzétek meg. Gyerekneveléssel kapcsolatban ajánlottatok egy jó könyvet, a címét megmondanátok, köszi, a Hálás. Ez a címe? Igen, a Hálás. Te beszéltél valami ilyen könyvről a múlt héten. Igen. Én? Ne, de hogy te. Ja, vagy csak azért néztem, hogy, hogy mi lehetett az. Nem baj, tudom a címét. A Vattkata emlékiratai? Hát szerintem nem, hiszen te beszéltél róla. Igen, ez a beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. Ez egy nagyon érdekes könyv. És nem csak arról szól, hogy hogy neveld jól a gyerekedet, hanem hogy szed ki belőle azokat a dolgokat, amiről ő nem biztos, hogy akar beszélni. Ugyanis különböző technikákat ír le, hogy hogy kell kérdezni a gyerektől, hogy ő megnyíljon neked. A mi volt az óvodában, megcsináltad-e a leckét, és a megetted-e az ebédet, és aludtál-e délután. És úgy, hogy közben nem törik el semmije. Úgy, hogy közben nem törik el semmije, és különböző technikákat mond a könyv, hogy megértsd a saját gyermekedet, és az ő nyelvén tudjál úgy kérdezni, hogy azt a dolgot elmesélje, és azt érezze, hogy te megérted, amit ő mesél. Szenzációs könyv egyébként. És működik? Mondanám, hogy olvasd el, de tudom, hogy nem olvasol könyveket. Nem, már nem tudok olvasni. Hogy a fenébe olvasni? Az a baj, nincs benne halottállat, nincs benne kolbász, és nincs benne köménymag. Tehát, hogy... És nem problémások a gyerekek. Igen, és ráadásul... Akkor meg minek? Ráadásul minden. Következő kérdés, nagyon jó, nagyon tetszik. Nem, Gábor, a taszíló sem jó. Én szeretem ezt a rovatot. Egészen helyes SMS-ek jönnek egyébként. Én megnéztem ezt a filmet, miután ajánlottátok, de szerintem bűnrossz volt. Persze, hogy azért ajánljuk. Ez a csapda. Felhájpoljuk, és aztán rájössz, igen. Van-e véleményetek a Waldorfos képzésről? Fú. Nem jó név. Ja, képzés. Belemenjek, az hosszú lesz, így adok valamit. Hú, van ennyi idő? Már nincs. Már sokszor elmondtam a véleményemet erről. Akkor te, Feri, a Waldorf salátáról. Tegyetek bőle egy sonkát, tojást. És... Én egy nagyon-nagyon-nagyon jó módszernek tartom, igen, és nagyon hiszek az alternatív módszerben, és hát most már félek bármit mondani gyerekek, mert aztán itt már tényleg nem tudom, hogy miből lesz itt mi, de komolyan mondom, én csak nagyon óvatosan akarok a magyar oktatásról mondani néhány mondatot. Szóval, hogy ez a fajta teljesítménykényszer, és ez a fajta kutatása annak, hogy a gyerek mit nem tud, és ez a fajta stresszelés, túlterheltség, ez egyszerűen nem hagyja azt a fajta kreativitást kibontakozni, amire a gyereknek igazából szüksége lenne. És a Waldorf egy tök más módszer, egy nagyon érdekes és nagyon jó módszer. Abszolút szembe megy mindazzal, amit itt az elmúlt 100 évben mi oktatáspolitikának és iskolázott, vagy iskoláztatásnak hívunk. És gyerekközpontú, kreativitás felébresztő, nagyon más rendszer, nagyon jó. Tehát például az, hogy ott egy hónapig tanulsz nagyjából egy tantárgyat, van időd elmélyülni benne, egészen a legaljáig elmenni, és minden ismeretet magadba szippantani, majd félreteszik, és egy adott időpontban újra előveszik, és a gyerekek egészen megdöbbentően reagálnak arra, amit hagytak pihentetni, majd újra előveszik, és nagyon jól működik az agyuk, hogy tanulnak hangszert, hogy tanulnak zenét, hogy milyen képességeket ébresztenek fel a gyerekekben azáltal egyébként, hogy nem első is órán már, mit tudom, írni tanítják, olvasni, hanem hagyják azt harmadik, negyedikre, és egészen mással foglalkoznak. Vagy hatodik, hetedikre, kinél, hogy alakul? Tudom, a Waldorfosok, igen. Hány éves vagy, Pistike? 14. És Waldorfos is tudsz még élni? Nem tudsz. Na, ezek a legnagyobb hülyeségek, amiket mondhat az ember a Waldorfról. De ugyanúgy, mint nem, te azt mondod, hogy a hagyományos oktatási rendszer az meg egy ilyen nagyon más alapú. Én azt mondom, hogy vannak természetesen jó iskolák, és nagyon sok múlik a tanárokon és az iskolákon, de amit most látsz, az az, hogy 8 órájuk van, nem tudnak elmélyülni, mennek tovább, le kell adni rendszeres óraszám, fáradtak. Igazából a lexikális tudásra helyezik a hangsúlyt, jelen pillanatban már a világ nem erre felé megy, hanem hogy érvényesüljél, hogy legyél kreatív, hogy találd meg azt, amit keresel, nem azt, hogy te pontosan mit tudsz lexikálisan. Tehát nagyon másfelé kéne, hogy menjenek a mai gyerekek, mint amit szerintem jelen pillanatban az iskolában megkapnak. Az a fajta elméleti tudás, az már nem biztos, hogy ebben a formában kell.
Úgyhogy szerintem jó módszer. Szerintem jó módszer. Laci, de ez az én saját véleményem, és én nem akarok senkit semmiről lebeszélni. Mikor mész termet festeni? Tessék? Mikor mész termet festeni? Ez a baj a ti elidegenített disznóvágásos világotokban, hogy ez nem semmi közel nincs a disznóvágáshoz, mert mi össze, a disznóvágáson pont összejárunk. Ti disznót vágtok együtt, ott meg a szülők egyébként bemennek és kifestenek együtt egy termet, és van egyfajta szülői munkaközösség. Mondom én, amikor elmentem Waldorfba iskola látogatásra, én a babzsákkal a fejemen az első nap már úgy dobtam bele középre a körbe a babzsákat. Csak nem nekezem a járnak, hanem a gyereknek. Igen, hanem a gyereknek. Miért baj az, hogy a szülő nem bemegy és elviszi a gyerekét és undokol néz a többi szülőre, hanem van egyfajta szülői közösség, hogy megismered a szülőket, hogy kivel jársz, hogy vannak közös programok. Ez szerintem egyáltalán nincs baj. Jó, Feri meg ólat meszel. Érted? Hát az ugyanaz, mint egy tanterem festése. Vagy palackot cserélünk a nem jó az. De, jó nem, de egyébként nem minden szülőnek és minden gyereknek jó a Waldorf. Tehát itt is nagyon fontos, hogy tudod-e azokat követni, amit a Waldorf mond, hogy mennyi tévét néz a gyerek, hogy adsz-e okostelefont a kezébe, vagy nem adsz. Nem, tudok, hogy nem jó a Waldorf, mert jól tud válaszolni. Lacigám, megcsinálta a házi feladatot? Nem. És miért nem? Mert nem hagyom, hogy megmondják, hogy mit csináljak. Nem hagyom, hogy az egészségemet elnyomja. A Waldorf iskolában pillangókéssel és gázsprével rohangálnak a gyerekek, és azt mondják, Lacika, nem akarod letenni? Nekem te nem mondd meg. Nekem te nem mondd meg, mondja Lacika a Waldorfos, és szement fúj a Marika néni. Félreértelmezitek, nem mindenki azt sem, amit akar, tehát ez nem erről szól, hogy ez a, na most mindjárt, na te, te túl liberalizált kisfiú, aki azt csinálja a gyerek, amit akar. Hol marad a regula és a vonalzóval való nevetés, nevelés, hogy mindjárt kapom. Nem erről szól, hogy a gyerek azt sem, amit akar, de nem megyek bele jobban. Jó. Van mi kérdés? Semmi ez ég egyet a világon. Nagyon sok gyerekek, ja, nagyon sok. Van. Rengeteg van. Nagyon sok van. Mi a véleményetek a hererákról? Nem jó. Az nem, jó. Én úgy hallottam, hogy ez nem kellemes. Igen. Feri, ez a kérdésem, dohányzol vagy nem, őszintén baj, hogy érzed magad, Karesz, aki nyilván le szeretne szokni, röviden, 2 percben. Rákóczi Ferenc, tessék. Köszönöm szépen, nem dohányzom, nagyon jól érzem magam, illetve annyira nem érzem jól magam, mint ahogy állítólag érezni kéne magam, hogy nem dohányzó de vagyok. De őszintén mi van? Szenvedsz még? Ne, hát benne van minden napom, hogy rágyújtani. Látsz, hogy dohányzó embert is kicsit azt mondta, hogy basszus. Kicsit én odaállok. Kicsit én a... Komolyan? Nekem nagyon hiányzik a dolog, úgyhogy ez van, de nem gyújtottam rá. Tehát bírom. És nem is fogsz? Szeptemberben. Nyilván nem tudod, rá fogsz? Biztos vagyok benne. Tehát ez most egy ilyen kapuzárással egybekötött kicsit ilyen életigenlő pánik, de majd amikor ez elmúlik. Akkor azonnal visszaállunk mindenre, egy nagy kárt zsírban fogok fürdeni, és egy irgalmatlan szivarral rá fogjuk ütani, amikor ennek a korszakomnak vége. Az önismeret ez egy fontos lépcső tényleg ahhoz, hogy elérjünk egyfajta szellemi életséget, tehát ez jó, hogy ezzel tisztában. Én nem mondom azt, hogy soha többet nem fogok rágyújtani. Nem is mondtam az elejétől se. Én nagyon-nagyon szerettem a dohányzást, ez csúnya dolog. Senki ne szeressen bele a cigibe. Egyelőre bírom a dolgot, de minden napomban benne van az, hogy mondjuk a dohányzik valaki, akkor szívesen odállok, és egy kicsit beleszívok. Csak itt állsz kint, és ilyeneket csinálsz, mint dohányzom, mert hát, mennem, nyilván nem. Sasoljuk már meg. Megy a Feri. Dohányos. Csak is másodlagos. A passzív dohányosoknak rosszabb így az, mint akik dohányoznak, tehát ezzel elvileg állítok jobban mérgezed magad, mint ha valójában dohányoznál. Nem állok oda, de ha valahol így belefutok, akkor azért tudok venni egy jó mély levegőt. Igen. Na, egy utolsó kérdés. 6 év, 2 gyerkőc után házasságra adjuk a fejünket. A vendéglista nagy gond nálunk. Nagy baráti társaság. Van egy lány, aki nagyon megsértett engem pár éve, és nem sikerült túlélnem rajta. Kapcsolatunk elején még fehér nemű vásárlásra is elhívta a párom. Sokáig nem beszéltünk vele, de most ismét a többi barát miatt megpróbálunk barátkozni. Nem sok sikerrel. Párom meg akar hívni. Én szívesen látom. Én nem szívesen látom. A lány férje jó barátja az én páromnak. Elég kusza szóri. Tudtok segíteni? Köszi, Kriszti. Szerintem itt abból kell kiindulni, hogy valakit zavar, valakit bántan a jelenléte. Így van. Oké, pont az SMS íróját. Így van. Szerintem ebből kell kiindulni. Nem. Igen, ez egy közös kompromisszum. Ne legyen. Arról a két emberről kell, hogy szóljon. Hogy valaki azt mondja, hogy ha az én feleségem attól az embertől nem érzi jól magát, akkor inkább te mondj le arról a feleséged javára, hogy ne legyen ott, ne azzal foglalkozz, hogy te meghívnád, mert az rólatok kell, hogy szóljon. Tehát ha ti álltok oda valahova, akkor az úgy működik, szeretnéd, hogy itt legyen? Nem. Nekem fontos, de nekem most te vagy fontos, nekem meg most te vagy fontos. Tehát itt keresztbe kell nézni azt, hogy kikinek fontos. Te mondj le arról a feleséged, vagy a jövőbeli feleséged kedvére, aki neked fontos, részben, ha most nem tudom, család, vagy nem tudom, ő pedig tegye meg. Nem? Tehát értitek, hogy mit akarok mondani? Itt senki más nem számít, csak az, hogy téged is őt mit tesz boldoggá, ha viszont egy-egy van, mert téged boldoggá tenni, hogy itt van, őt viszont az, hogy nem, akkor ebben a helyzetben az embernek magát kell egy picit háttérbe szorítani. És ezeket az érveket szerintem az ember is megért, nem? Az ember is megérti, akit nem hívtok meg, ha intelligens.
megérti ezeket az érveket, ha pedig nem intelligens, akkor unintelligens, ha meg unintelligens, ne barátkozz vele. Ha nem egy hozzá a feleségük. Ja. Igen. Na jó, drága hallgatók, köszönjük szépen a kérdéseket. Nagyon sok kérdés velünk kapcsolatban, adott időben tudunk majd erre reagálni. Jó, drágák vagytok, köszönjük szépen, nyilván mi is látunk mindent. Csak azért mondom ezt, mert tényleg sokan kérdezitek, hogy velünk mi van. Nyilván erről most nem beszélünk, de egy adott pillanatban biztos, hogy fogunk tudni. Jó helyesek vagytok, köszönjük szépen a sok-sok érdeklődő kérdést. 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, már is játszunk valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Bassza, nagyon billag, de kezdett kiúzni a gyufát ezzel a Waldorf sulival. Igen. Nagyon, nagyon jó. A Placid sem jó név. És a Múzó sem. Igen, igen, igen. És a Tasziló se túlságosan jó. Illetve az Arisztit. Arisztit. Jönnek a kérdés. Jön, szórakoztat. Én szeretem ezt a rovatot egyébként. Na nézzük ki, hallgatunk. Haló. Haló, szevasztok, Gyuri vagyok. Szia, Gyuri. Gyuri. Hello, Gyuri. Az jó név. Gyuri az jó név. Szombathelyről, Gyuri, ahogy látom. Mit csinál Szombathelyen? Az egyik kommunikációs cégnél dolgozom, irodán. Uh-huh. Az klassz, irodában. Az irodai munka az egy fix-fix dolog. Monoton kicsit, nem? Talán? Kicsit monoton, de ki lehet bírni. Köszi. Csajok, kolléganők? Vannak, vannak, igen. És? Jó kijöjünk, jó csapat. Óvatosan fogalmaz. Uh-huh. Nagyon jó csapat, akkor mondom, nagyon jó csapat. Igen? Uh-huh. Sok csapatépítő, sok jó csapatépítő tréning és hétvégi elvonulás. Alkad olyan is, igen. Az jó. Hányszor mondtad az utóbbi 3-4 éve, hogy maradjunk csak barátok? Alkad párszor, igen. Na, vagy az ellenkező, hogy nyugi bébi, én tudok titkot tartani. Tőlem nem tudják meg. Igen, vagy hogy kicsit sokat itt. Igen. Na figyelj, milyenek a kérdések ennek? Boldoggá fogom tenni szerintem ma. Igen, Gyuri, úgy gondolod? Ha megtalálom, akkor erre Gyuri lehetőséget kap. Kész vagy, Gyuri? Igen, mehetünk. Ízik a net? Nem. De ízlem. Nem. Anett nem ízik. Úristen. Így szól az első kérdés. Melyik növényből nyerik az ópiumot? A mákból. Ó, de szép válasz. Menjünk tovább? Igen. Menjünk tovább. Melyik olasz labdarúgó klub egyik beceneve a zebrák? A Juventus. Így van. Nagyon jó. Melyik fém vegye le a PB? PB, bocsánat, csak picit művelt vagy. Picit túl művelt vagyok. Ólom! Ólom! Ott is van, meg is majd történik, és az elég csomag, gratulálom. A csajóban tényleg van vitamin. Van bennük vitalitás. Van bennük vitalitás. Van bennük. Igen, nagyon klassz csapat. Hányan drukkoltak most ott neked? Nagyjából összeszállom, egy jó 10 legalább. Komolyan? Igen. Na, de jó, hogy minket hallgattok. Csókoltatunk benneteket. Oké, rendben, átadom a csajoknak is. Köszi, ciao. Gratulálunk, sziasztok! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Na, itt is vagyunk. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt 2 perccel. Ferinek mondjátok el, hogy ez a déjà vu. Azt értjük. Igen. Azt írja valaki, hogy elméletileg a déjà vu az, hogy az egyik szemed hamarabb lát meg dolgokat, mint a másik. Agyad ezt a folyamatot úgy dolgozza fel, mintha már megtörtént volna. Na jó, de hát és azt nem tudja feldolgozni, hogy ez egy 10 másodperccel volt csak korábban. Ő azt gondolja, hogy ezt már újra éled. Nem tudom. Érdekes dolgok ezek azért, igen, hogy vannak teljesen hétköznapi dolgok, amire még nincs egyértelmű magyarázat. Elméletek vannak, de nem tudod, nem? Már figyelj, én egyikkel nem nagyon látok, akkor nekem ezért nincs. Ez a déjà vu. Az egyik szemedből a múltban nézel, az már nem lettetett, csak a jövőben látsz. Így van. Ugye? Mit mondjanak a nálad bandzsáb emberek? Ők mit látnak? Nem. Mi lehet a kameleonokkal? Hát ő két valóságot lát egyszerre. És mi lehet Matolcsi György? Ebben a pillanatban szoktuk, vagy ilyenkor szoktuk megmutatni a nap legjobb pillanatait, csak most ezt nem tudjuk, mert van egy kis technikai zűrünk, de mindent megoldjuk. Kenyük, itt van. Kenyük rá zsűrre. Ez egy jó megoldás. Kontaktos lett az egyik kábel. Jó, hallgatok, ettől most egy ráragudjatok, de eltekintenénk. Meg szoktuk mutatni, csak most ez
van egy kicsi apró problémánk, de megoldjuk, így van. Ahogy mindig meg szoktuk oldani, én korák egy üzsőre. Aki szeretné meghallgatni azt, hogy ma mivel foglalkoztunk, természetesen interneten mindent vissza tud hallgatni. Mamival. Ugye Kabát Pétert hívtuk, az Újpest focistáját, föltörték a laptopját, kapott egy vírust, fizetnie kellett, utána pedig Csaba volt itt az SZRT információvédelmi főosztályának vezetője, aki elmondta, hogy ezek a vírusok hogy terjednek, valamint a Geszti Péter is vendégünk volt, minden fönt van a morningshow.eu-n, úgyhogy hallgassátok meg. Mi a recept? Kérlek szépen, ha már egész reggel csesztettél a disznókkal, a kolbászokkal, a Kevi Böllér Fesztiválról egy gyönyörű csülköt, hátsó csülköt zsák mányoltam. Most, hogy lement az ára, ugye? Szeretnék egyszer a te világodban élni. Kérlek szépen, ezt sikerült megmentenem onnan, a többi áruval együtt kiváló kolbászokat és hurkát is készítettünk, ha akarja, emlékeztem, hoztam belőle, és ezt a csülköt sütöttem meg úgy, hogy kívül a bőr roppanós. Tudod, amikor itt tényleg szinte csak hozzáér a kés hegye, és már darabokra hullik szét. Hmm. Alatta van a egy... penge? Nem, a bőr. Wesley Snipes? Hogy jön ide Wesley Snipes? Igen? Na jó. Alatta van egy pici ragacsos réteg, és utána a gyönyörű színhús. Uh-huh. Ez van, tehát egy sült, gyönyörű, roppanos bőrű sült csülök, és három hagymás krumpli van alá sütve. Ez ennyi. Három különböző hagyma. Így van, hát. Vörös, vörös fok hagyma. Nem lehet, hogy egyszer ez egy hagymából készüljön? Miért kell a házi szűkot a vérbe szivatni? Az új hagyma, a skandináv bogyóhagyma, és a madagaszkári makákói hagyma. A lila hagyma, ismered a lila hagymát? Mi a másik kettő? Ismered a lila hagymát? Igen. Az új hagymát ismered? Igen. A póré hagymát ismered? Jó, a vörös hagymát ismered? Menőzöl, ezek mind olyan hagymák, amelyeket és a fokhagymát ismered? Nem, én rájöttem egyébként, tudod, miről van szó? Feri valahonnan lelopja a receptet, és a végre mindig kell tenni egy Csaba. Ja, és akkor igen, ez mindenki egy normál krumplival csinálja. És három hagymás. És az egészet megforgatom. Ez nem az. Nem ez három hagymás. Sáfrányos kurkumában. Nem. Veszek nem hozzá némi plojdicseket, és teszek bele egy-két pölöntjét. Nem, kacsazsírban. A krumplit kacsazsírban forgatod meg, akkor lesz isteni íze. Jó, de figyeljük rá, hogy mindig friss legyen a polotyka. Mindig friss legyen a polotyka, és tegyetek bele brúpásztát is, jó? A brúpászta nem hiányozhat Feri egyetlen receptjéből. Mindig van benne, de ezt a srácok írják utólag hozzá. A brúpásztát fém kanállal ne törjétek össze, jó? Csak fával. Így van, így van. Nem az újdonságot hozom, én a klasszikusokat adom, érted? Ami, hogy mész a piacra, a hányszor van olyan, hogy a házi asszony, érted, nem tudja, hogy mit tegyen. Így van. Mit csinálja? És akkor lehet, hogy így beugrik, hogy basszus, egy jó csúlyok. Én egy deci vlöjtjempérrel meglocsolnám azért ezt még, nem? Hát szerintem igen, de hogyha meríteszel egy kis karolykát is, akkor egy pici karolykával és egy pici csupásztával. De nagyon jobban jártok, ha ezeket nem rakjátok bele. Kis karolyka legyen, de erőzzétek ki előtte komolyan. De jól hangzik ez, basszus, jól hangzik. Egy kicsit elkezdett folyni a nyál a számmal. És ott van, kérlek szépen, a Facebookon, a Morning Show Facebookon képpel együtt. Igen. A betyárját neki. Meg már jobban fotózik egyébként a Feri, mint az SP, komolyan mondom. De hát, a SP, hát, az, hogy SP nőket fotóz, tehát ott azért jobbak vagyunk, tudod? Igen. Igen. Azért választom ki, hogy csülköt vagy nőket fotózzak, ugye, azért mondjuk, a nők irányába mennék. Már mondjuk jogos. Egy órakot krumplit is szépen meg lehet fotózni, tehát ez egy Palvin Barbie, jó, nem? Meg, jó krumpli, meg rakott krumplit. Egy Palvin Barbie vagy rakott krumplit, azért csak Palvin Barbie irányába mozdulnék. A Palvi Barbit. Jóvatosan, kérlek szépen. Nagyon jók egyébként. Nagyon jók. Nagyon jók egyébként a fotói. Kinek? Palvin Barbinak vagy SP-nek? Nem, a Ferinek. Ja. Szeretem a fotóit, mert ilyen műgonddal vannak tényleg. Hát most, ha már csinálja az ember, akkor csinálja rendesen. Érted, mire SP átjön lefotózni? Ja, Miki is mindig ezt mondja nekem. New Yorkból. Balázsan, csinál, legalább csinál rendesen. De addigra én már mindig alszom. És ezért nem csinál sem. Szegény, mire elmondja ezt a mondatot, én már a fal felé fordulok. Balázs, ha már csinálod, csinál rendesen. Mindegy. Mindig csak van, ismert, 10 éve a férjem vagy, mindig csak maszatolsz. Na jó, ezt megfőzzük. Oké, hívjuk a naphallgatóját. Végre jön kritika, nem volt jó pillanatotok. Egyre maradt, hogy elmaradt a best of. Igen. 35.810 szavazat érkezett eddig Bátaszék legöregebb fájára a Molyos tölgyre, mert kérdezték. Nem Molyos. Gyerekek, pirítsunk oda a cseheknek, nyerjük meg. Igen. Jó reggelt, Jani Feri, Balázs, hello, jó reggelt, show. Kívánok, sziasztok! Ciao, hello! Meglepő? Igen, te lettél. Nem írtad alá az SMS-et, hogy hívjam? Nem, Peti vagyok, sziasztok! Peti, hol hallgatsz minket, Peti? Így van, Érdem.
Peti, hozzászóltál a témánkhoz, ugye Jani hosszú-hosszú heteken keresztül minden nap elmondta, hogy szavazzunk az év fájára, mert a csehek elindítottak ilyen egy-egy kezdeményezést, és mi vezetünk a mi kis drága molyhos tölgyünk, amit már én is megszerettem, pedig utáltam, amikor erről beszélt, mert rohadt unalmas volt. Kit érdekelek ezek a fáradt fák, de ma már megtapsoltam az eredményt, hogy vezetünk, és most már várom az eredményhírt, és hogy nyerjük meg. Erre te is annyit írtál, szavaztam arra a rohadt fára. Köszönjük szépen. Ugye? Hogy az ember a masszív utálatból átment oda, hogy most már drukkolunk ennek a rohadt molyhos tölgynek, hogy nyerje már. Persze, mindegy, hogy miért szavazol, érted, a számoknak nincsen érzelmi töltetük, az a lényeg, hogy szavaztál. Így van. Így van, megtettem mindent. Köszönjük. Nyerjük meg az évfája választást. Így van, hajrá, hajrá. Legyen az évfája egy magyar. Petikém, te vagy a nap hallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Ciao. Oké. Okay. Hello, sziasztok. Hello. Hello, hello. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Gratulálok én is. Tolna megyei vagyok, így aztán még fontosabb számomra a Mátaszéki fa. Képzeljétek, nagyon furcsa élményem van. Szolgáltatót váltottam, nem mondom természetesen, hogy honnan mentem hova, de hogy... Köszönöm. Más szippantatsz? Igen. De milyen szolgáltatót? Mert hogy... Hát telefon, internet, és beköttettem az egyiket, és aztán elmentem lemondani a másikat, és kérdezték, hogy miért. És mondtam, hát azért, mert hogy jött ez a másik, és azt mondta, a nő, akinél lemondom, tehát aki eddig szolgáltatott, azt mondta, megértem. Ne! Nem próbált marasztalni, hogy maradj még, adunk még valamit. De őket elvileg hallgatják minőségbiztosítási okokból. De nem telefonon, hanem személyesen. Ja jó, azért, mert az telefonon valaki ezt bemondja, ezek a hallgatott beszélgetések, ugye? Az nagyon meleg. Megértem, uram, megértem. Én se tennék máshogy. Nézze, én már régen lemondottam a szüleimet. Mondanád telefonon, azért az nagyon kemény. Én sajnos nem tehetem, de gratulálok. Milyen jó fejügyintéző lenne. Szóval amikor így, tudod, ez nagy változás az ember életében, és hogy jól döntesz-e, hogy nem fog-e hiányozni ez, vagy az, vagy ez, és akkor így azt érzed, hogy megérkeztem, igen, jól döntöttem. Igen. Gyerekek, mennyire klasszik 50-es probléma Csabinál is, nem? Lemondja a szolgáltatót, és életében nagy változásnak hívja. Ugye ide jutottunk, de komolyan, lemondom a szolgáltatót, gyerekek, klasszik 50-es. Élethelyzetben nem volt még más szolgáltató. Úristen, mi lesz, ugye? 20 évesen meglépett Csivár, 50 évesen ezen már egy fél évet filozolt. Öregszel, Csabikám, de jó régi szimkártyát koporsos, hogy hamvasztásos temetés. Az igazság, hogy évek óta próbáltam váltani, csak az utcánkban nem jött be más. Most véletlenül betévedt valaki. Tök jó, de tényleg minden generációnak megvan a saját problémája, ugye? 20 évesen is más, 50 évesen. Hát csak szolgáltatott, hogy nem, inkább majd egy kicsit később. Nem baj. Remek zenék, Csabim? Annyira funk is napot tartottatok, ma hallgattam, ugye volt az Uptown Funk, volt a Get Lucky, itt az alázene, ami gumizene, ami szól. Erre szeretnék egy lapáttal rátenni. Egy George Michael Too Funkit szeretnék megtalálni, hogy kiegészítsem ezt az egészet, amit tényleg jó? Jól van. Oké, gyorsan egy közérdekű információ. Jövő héten pár napig nem vagyunk. Én egy picit tovább nem vagyok, ti vagytok. Úgyhogy néhány nap best of után Jansoá, Fersoá visszatér majd. Így van. És ígérjük, túlélhetők leszünk. Bírt ki valahogy. Pár napig nem vagyunk együtt, nem vagyunk best of lesz, és aztán jövünk majd vissza. Először ketten, aztán hárman. Jó? Kezdjek kérdezősködni, hogy most akkor a szabadságotok hogy áll? Vagy... Csabikám, nem tudunk utolérni. Te lávoltál ebben az évben sokat. Igen. És ti még nem. Uh-huh. Nem tudunk utolérni. Még annak ellenére sem tudunk utolérni. Jó? Úgyhogy jövő héten ilyen napi best of, aztán Jani és Feri jön. Csabi jön a kívánság műsorra. Jövök. Vigyázzatok magatokra. 555-55-00 a telefonszám. Szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amely